Na, akkor üdvözöljünk mindenkit a mai napon. Én nem tudom, hogy szoktuk ezt általában kezdeni. Ma... Hello, hello, sziasztok! Így, aha, vagy valami hülye, vagy valami fassággal egyből. Úgy szoktuk indítani, hogy mondjuk valami nagyon random helyről elindítjuk, mint például az, hogy a 67-es úton várhatsz rád ideregve. Podcast jön, és... Én is jövök, esik az eső, és podcast... Eleg. Valami olyan fassággal szoktuk kezdeni. Fú, bazzak, ez nagyon... Elég szar volt, de megtettük, amit megtudtunk. A lényeg, hogy ma Api a műsorvezetőnk. Igen, tehát az a formátumunk, hogy valaki nem tudná... Jaj. Hogy mindig más írja amúgy az aznapi adást igazából, tehát, hogy ezt most én írtam, egy átbulizott szombat este után vasárnap. Konkrétan Api írta a mi szövegeinket is, tehát hogy minden, amit azért előttünk laptop, hogy felolvassuk a szövegeket. Pisti már begyakorolta, egész este fel volt, hogy begyakorolja a szöveget. Ja, igen. Tehát aki nem tudná, tehát itt nem spontán beszélgetések mennek, hanem szóról szóra meg van írva, hogy miről fogunk, meg mit fogunk mondani. Igen. Ennyi igazából. Nem is a saját véleményünk, hanem... Ez mindig ilyen... a forgatókönyvíró véleményét tükrözi az a rész. Ez most... A kurva szátokat, az előző részt azt ugye én írtam, most nagyon szarul fog kijönni, hogyha kiderül, hogy Api véleményeit én írtam valójában. Konkrétan meglincselnek, bazd meg. Nekem 15 éve nincsen saját véleményem. Nice. De ezt... Teljesen senkinek nincs, csak be kell vallani. Te vagy az első, aki bevallja igazából. Mm, de szerintem nagyon sokan vannak így. Amúgy nekem van egy teóriám amúgy, ezt most megosztom veletek is. Én szerintem, ezért vegyük fel a csákókat amúgy, az a lényeg, hogy a világon az összes véleményt a Google első 3 keresési találata formája mindig. Tehát, hogy így, amikor te azt mondod, hogy te autószerelőt keresel, és rágooglizol az autószerelőre, akkor neked a Google fogja megmondani, hogy mi a véleményed, meg hogy te kit akarsz keresni. Vagy hogy te rágooglizol arra, hogy milyen a babgulyás. A jó babgulyás. Igen, a jó, tehát hogy te rákeresel arra, hogy milyen a jó babgulyás, neked a Google fogja megmondani a véleményedet, hogy milyen a jó babgulyás. És valószínűleg a Street Kitchen lesz az első, mondjuk. Vagy a No Salty. Valószínűleg igen, a Fördőzé fogja megmondani, hogy milyen a jó babgulyás, pedig nagyanyám otthon olyan babgulyást csinál, hogy elbújhat a Fördőzé. Igen, és szerintem, amióta van ez az egész, azóta sokkal, sokkal kevesebb egyéni vélemény létezik a világon, és az emberek csak így ugyanazokat a dolgokat passzolgatják egymás között. Ebbe egyetértek, hogy ennek lehet alapja. Aha. Ennek ellenére baj ez. Tehát, hogy ha megnézzük, ott van Kína. Igen. 1,5 millió, 2 milliárdan élnek. 1,5 millióan élnek Kínában. Milliárdan, bazd meg. Na, 1,5, 2 milliárdan élnek? Hát olyan 1,4. Jó, mindegy, a faszom se tudja, nem is ez a lényeg. Kurva sokan élnek Kínában, igen. És hogy konkrétan az ország az olyan, mint hogyha egy élő organizmus, tehát egy kollektív tudattá válna az egész ország. Ezt úgy mondod, mintha itthon ez tök más lenne. Itthon is olyan, mintha egy kollektív tudat lenne, csak hogy így egy kicsit olyan, mint hogyha mondjuk így az AI így mondjuk a nagyon bétában járna, tehát hogy ilyen nagyon elbaszott dolgokban van csak egyetértés. Ja, igen. Azt mondod, hogy így, ha egy nemzet egy egység, és hogy esetleg annak kéne lennie, akkor mi egy ilyen alulfejlettettség vagyunk, ami még így nem olvad teljesen egybe, mint valami szar amőba. Nem, szerintem így mondjuk ez mondjuk olyan, mint hogyha mondjuk a kollektív tudat le van programozva Kínába, akkor azt itt tényleg az ilyen világcsúcs fejlesztői csinálták, de meg olyan, hogy $5 fizettek Fiverren egy indiai gyereknek, hogy csinálja meg a magyar kollektív tudatot, és belerakott ilyeneket, hogy jó, pont az előző részben is beszéltünk erről, hogy így oké, kollektív tudat, ha magyar vagy, akkor neked az a jó, hogy másnak szarabb. Igen, és egy ilyen jellegű dolgot fognak összehozni, tudod? Hát ugye ez a Höfstédéről tanultunk egyetemen, aki ugye ilyen kultúra elemző volt, és akkor ott ez az individualizmus, meg a kollektivizmus dimenziója, amiben ezek szerint mi nem vagyunk annyira. De mi nem vagyunk annyira individualisták, mint a kínaiak. Bazd meg. Milyen tudományos podcastet indítottunk most így hirtelen el. Tehát, hogy képzelj bele abban, amikor beáll a csávó ugye a szajtrók alatt tankok elé a a nem létező év és helyszín. Milyen Tiananmen? Igen. Lehet, hogy az a magyar megfelelője ennek. Szerintem a magyar megfelelője ennek. Nem, az nem. Mikor így egy valaki azt mondja, hogy na most én vagyok az. Hát az amikor a Tipsmix Csabi azt mondja, hogy milítetett szemét. Ja, szerintem az a magyar megfelelő. Nem tudom, az. Mondjuk, mint amikor mondjuk egy középsulis tinikből álló csapat jól egy kicsit berúgik, és akkor az egyik srác azt mondja, hogy megyek, lehúzom a parlamentet, és mindenki mondja, hogy ne. Az egyik srác lehúzza a parlamentet. Én igazából egy kicsit zónautoltam egy 2 másodpercre, és nem tudom, hogy hol tartom. Az az igaz, hogy próbáltam visszakapcsolódni a Tipsmix Csabinál, aztán most már ott tartunk, hogy lehúgyozzuk a parlamentet. Nem sikerült visszakapcsolódnod. Nem baj, Krisztián, na mindegy. Majd visszahallgatom, aztán majd megtudjuk, miről beszéltetek. Lehet, rólam bazdmeg. Lehet, hogy igazából késő lesz visszacsatlakozni, de nem biztos. Hát ezért így remélem, hogy még más témák is lesznek mai napra. Na, de ha már a mai napi témáknál járunk, akkor mindjárt mondom is, hogy miket hoztam amúgy nektek. Mert hoztam amúgy geció dolg, ezt kisípoljuk majd, remélem. Nem káromkodok. Ja igen, Apinak az adásában nem lehet káromkodni. Igen, tudós a káromkodás. Ez ilyen keresztény adás. Keresztény adás. Jó. Na, hát én, amiket hoztam mára, az a... Figyeljetek, tehát, hogy én szeretnék beszélni a legidegesítőbb típusú emberekről, így a hétköznapokban. Kik a legidegesítőbb típusú emberek így a hétköznapokban. Aztán volt egy kérés, hogy a PC kultúráról beszéljünk. Én szerintem az tök menő, és ahhoz nagyon sokat hozzá tudunk adni, főleg így, hogy átéltünk már több csoporttörlést például. És azt hiszem, könnyedebb témákat is mára, például mik a kedvenc ételeitek? Wow. Vagy van egy videóm is majd, nem, mindegy. És kíváncsi vagyok a legputtóbb szerelésre, amire mentetek már ki az utcára. Aha, a legszarabb szett. Aha, a legszarabb szett. Az... legputtóbb. Persze, legputtóbb. Király. Aztán, amíg beleférnek dolgok, akkor így a középiskolai menőség hierarchia, az, ami így külön kérésre volt benne, arról beszélünk el. Jó, legrosszabb részt beátsúszik a kövi adásra, hát, de jó témák vannak, jó témák vannak. Igen. Let's fucking go. Persze, és ja, igazából ennyi. Zsír, főcím. Nekem nagyon tetszik Api. Nagyon tetszek. Te is. Te kifejezetten nagyon tetszel. A végén, amíg belefér, akkor egy kis live action buzulás itt a GHDG között. Csak a szoki. Majd én állítom a kamerákat, bazd meg. Jó, bocsánat, keresztény adás. Hát akkor srácok, bemutatkozunk, azt mert a fő címe, ahogy szokott. Ja, kezdjük el akkor így. Sziasztok, én Api vagyok. Sziasztok, én Krisz vagyok. Én pedig Pisti. Értéki, tudod nagyon jól, vicces mémek éljen a pantások. Yeah. Tök menő. Ja, most éppen nem azt hallottuk, ami az igazi főcím. Igen, én esküszöm, nekem azt mondtátok volna, hogy ez az igazi főcím. Akkor... Amit te hallottad az új főcímet? Basz meg, úr! Na jó van. Nem hallottam az új főcímet. Kőkemény engagementet láthatunk itt amúgy. Pedig amúgy kurva jó. Jó, figyelj, azt mondják, hogy amúgy az ilyen színészek, mint Al Pacino, meg Robert De Niro, egyikőjük se nézte meg a saját filmjeit. Igen, meg Johnny Depp. Keményen cringe-elnének rajta. Johnny Depp. Johnny Cash és Johnny Depp, fia. Fú, bazd meg, Johnny Depp és Johnny Dash. Johnny Dash, az olyan, mint valami off-brand Mortal Kombat karakter. Nem, ez olyan, mint a Johnny Testnek a spin-off. az összes Johnny és egy négybetű szó verziót már elnőtték benne. Johnny West. Biztos van Johnny West. Igen. Az egy western film. Kanye Westnek a fehér gyereke. Johnny West. Na. Kezdjük is az első... Tehát a legidegesítőben, kezdjük az első ízében, mi ez, bazd meg, ez egy interjú. A lényeg... Kezdjük ott, hogy milyen típusú emberek. Ti milyen típusú emberek vagytok? Tényleg ez az. Wow. Hát, én innen akarom elindítani a beszélgetést. Jó, én egy mérleg vagyok kezdésnek, és Bika az aszcendensem. Ezen kívül... Hányadék alak. Sajnálom. Szerintem a legjobb kombó. Ezen kívül ENTP a személyiségtípusom. Aha, én ebből semmit nem értettem amúgy, tehát hogy a... Aki számít, az érti. Ez volt az ezoterikus része, amiben szerintem beletartozik egyébként a... MBTI? Igen, azért az üzleti személyiségtípusok is lazán ezotéria kategória. Az egyetlen személyiségtíp teszt, amiben hiszek, az az, hogy bemész egy vidéki kocsmába, és azt mondják neki, hogy hé, te buzi! Akkor te biztosan egy kategória vagy. Te egy buzi vagy. Te egy buzi vagy, ez az egyik. És akkor van még ugye más fajták, hogy így, na, a faszos, akkor te vagy a faszos. Igen. Tehát, hogy van 4 kategóriai, bajnok. Bajnok is lehet. Szerintem ezek pontosabb kategóriák amúgy, mint a mérleg, a vízöntél, vagy az ENTP. Fixen. Ja. Én az a típus lennék, aki bemegy a vidéki kocsmába, így néznek rám először egy kicsit, tehát hogy így nem értik, hogy mit keresek ott, így mondjuk, és akkor így oda megyek, és így nem szólnak hozzám mondjuk egy darabig, aztán így a pultnál így mondjuk fel a gyerek, ez nem egy ilyen személyiség. Ez nem kell vidékig elmenni, keleténél bemész a Mr. Sörözőbe, és az... Azért fullon volt a Mr. Söröző most, hogy jöttem, magyar-olasz meccs lesz, egy óra múlva, és... Hullom volt a Mr. Sörözőben. Hogy live-ban bekapcsolódunk, hogy hogy áll a meccs, majd néha így a... Ja, azt tudom, amúgy vezetítok egy ilyen izét, egy ilyen állást. Tehát nem azért mondom, srácok, de ez 4 nap múlva kerül adásba, és így live-ba bekapcsolódunk a meccsbe, és így tudod, ez a... Ezek miért? Szerintem azért, mert hogy bárhogy sikerülhet ez a meccs, amúgy most kíváncsi lennék, hogy így ilyen odzokat nyomhatnánk, hogy ki fog nyerni az olaszok vagy a magyarok, de hogy azért lesz vicces, mert ha valaki nagyon szereti a focit, én kurvára nem, de hogy aki valaki nagyon szereti a focit... Én azt nagyon sajnálom. Akkor visszanézi 4 nap múlva, és mondjuk reméljük, megnyerik a magyarok ma ezt a meccset, és 4 nap múlva újra átéli a mi szemeinken keresztül, átéli újra azt a fajta örömöt, mint amikor megtudja. Ezt a gyermeki örömöt. Van egy rossz hírem, 2 óra múlva kezdődik a meccs. Hát, azt már... Akkor srácok, hát, na mindegy, igen, tehát, hogy személyiség meg embertípusokról akartam beszélgetni itt veletek. És azért is kezdtem ezzel, mert tipikusan vannak, tudjátok, ezek az ezotérikus emberek, akiknek, tudod, ez a mi az aszcendense, te melyik holdban születtél? Prezda? Persze. Ja, azt hiszem, hogy Prezda, mondom, hogy milyen holdban az. Mi az a Prezda? Létezik az a szó, hogy Prezda? Szerintem egy lengyel szó, vagy város. Valószínűleg falu. És így... Te milyen személyiség vagy, Api, hogyha le kéne írni? Én ilyen földhözragadt. Földhözragadt? Konzervatív? Aha, szerintem ja. De hogy érted, hogy földhöz ragad? Tehát nem down to earth, hanem földhöz ragad, ugye? Tehát, hogy azt a szót még nem használnám rá. A down to earth kifejezést. Nem használ meg a humble, ezeket a szókat, ezeket nem feltétlenül használnám. Na igen, és én kifejezetten nem szeretem azokat az embereket, tehát, hogy én egész életemben, bármikor, amikor irodában dolgoztam, folyamatosan azt hallgattam magam körül, hogy mi van a horoszkópodban, bazd meg. Kemény. Tehát, hogy az, hogy a középkorú nők elkezdenek arról beszélni körülötted, hogy a férjüknek mi van a horoszkópjával, és hogy ez miért rossz, és amikor mondja az egyik, hogy az én férjem Skorpió, és így mondja a másik, hogy részvétem. Akkor így, én már tudom, hogy mire gondolnak. Arra, hogy a Skorpió férfiak féltékenyek egyfolytában. Tényleg? Ez a mondás? Igen? Én nem tudom, tehát, hogy rám ne nézzél válaszért, ha azt mondod, én azt tudom. Azt mondom, hogy a skorpió az egy olyan állat, ami veszélyes, ilyen negatív érzelmeket társítasz hozzá, és ezért a skorpió csillagjegyű embereket valószínűleg így ilyen erőszakosabbnak, vagy ilyen... És melyik csillagjegy az, ami egy ilyen pozitív állat, és így pozitív dolgokat konnoktálsz hozzá? Hát, hogy mondjuk én vízöntő vagyok, akkor az mit jelent, hogy így behúgyozok álmodban? Igen, Pisti, azért húgyozol be álmodban, mert vízöntő vagy. Ez tök egyszerű lenne addig, hogyha ilyen állatok lennének, meg úgy lenne. Nekem kutya a csillagjegyen, vagy... Kínaiaknál ilyen van, nem? Jaj, sárkány éve, meg... patkányok vagyunk már, meg disznók. Én a disznó évében születtem. 96 az disznó év. Igen? Aha. Ez tök menő. Tök szar. Ez egyik legszarabb. Mert ott van, aki a tigris évében születik, van, aki a sárkány évében. Nem az ilyen szerencse, meg üzleti szerencse van azok. Vagy valami ilyesmire emlékszem. Én azt tudom, hogy az unokahöcsém 2000-ben született, ami alapból is kurva menő, és hogyha már horoszkóp, akkor kínai horoszkóp szerint ő az arany sárkány évében született. Ez mennyivel király, amit meg valószínűleg valami patkány bazd meg, vagy sótány éve bazd meg, tehát ilyen... Retkes félszemű patkány évében. Igen, mi az arany sárkányom magasztos. Ez a kínaiaknál olyan, mint ugye így a hurikán nevek az amerikaiaknál, tudod, hogy így Katrina, a mit tudom én micsoda, így bazd meg itt is így váltogatni kell, meg egyszer így kifogysz így a patkány előizékből, hogy így retkes félszemű patkány, büdös, fekete patkány éve, meg... Hát meg remélem, hogy modernizálják mondjuk így 50 éven belül, és akkor így majd így tényleg ilyen így a... Hogy így az a ratatouille-ból a patkány évéből születek. Azt hittem, bazd meg így arra gondolsz, hogy az Among Us évében születtem. Az is jó lenne. Az akkor jó lenne. Az meg a cilinderes Red Among Us évében születtem. Ja, ezek a bitmoji, különböző ilyen bitmojik lennének a... Igen. Nem, ebben nem... Szóval igen, te akkor ez az ezotrikus emberektől vagy ki? Ki? Ja, de rendesen. Kicsit jobban is, mint a lassan gyaloglóktól, hát ez olyan is ilyen. Ezek lassan gyalogol. Igen, én szerintem... Én szerintem jobban ki vagyok. Az öregeknek van rá kifogásuk, így az én szememben, ezek így nem tudnak vele mit kezdeni, de mondjuk a turisták is nagyon lassan mennek. És jó, nekik nincs nagyon... Hát, hogy nem, mert azon megnézik a dolgokat. Jó, mondjuk ugyanezt mondtam, tudjátok, a hömpölygő céltalanul mászkáló tömegtől vagyok még írt. Na azt mondom, hogy írtózok tőle, mert az egy geci szarszó, hogy írtózok, ezek nem írtózok tőle, hanem így... Azon nekem nincs. Utálod. Ja. De azok, érted, ugyanaz van a fesztiválokon is, hogy így, új, Api, miért nem jössz a fesztiválra, miért nem megyünk, csináljuk ezt, mert így bazd meg minden fesztiválon az van napközben, hogy így az emberek mennek, elindulnak a sátruktól, és így mennek. Miért? Hát mert programok vannak, meg mennek piálni, aztán kajálni, aztán szarni, aztán de így bazd meg, de konkrétan az néz ki egy nagyobb fesztiválon, hogy így bazd meg, így vannak ilyen utak, és így bazd meg így... hömpölyöd a tömeg, bazd meg, és így beállsz, így mész valamerre. És még jól fogalmaztam a fesztivált. Elmész kajálni, inni, aztán szarni, aztán húgyozni. Ez aztán a program, bazd meg. Ezt otthon is tudom csinálni. Egyszerűen miért akarok egy poros tojtojba szarni, hogyha otthon, bazd meg, 2 WC is van a lakásban. Mert nem szól a reptér a Korda Gyuritól. Legalábbis nem a Korda Gyuritól, igen. Nem látod a Korda Gyuritot. Ja, mert ti tudjátok, hogy hol lakok, az mi a Korda Gyurival lakok. Amúgy ez nagyon vicces lenne, együtt laknál Korda Gyurival. Ja, meg a Dua Lipa is ott lakna a szomszédban. Szerintem az egy geszió sorozat lenne amúgy. Ez jó lenne, olyan, egy szitkom, egy House of Korda. A 83 éves Korda Gyuri. A Klárikával együtt laktok, 3-an. Isten, még ott vagy a kanapéjukon. És így nem értenék, tudjátok, a kifejezéseket, amiket így mondok. Ilyen... Shit's bussin' for real. Shit's bussin' for real. Mit mond, Klári? Ja, nagy tévén ott warzone-oznék nekik. Nézd, Gyuri bácsi, kijöttem a gulágból. Két is annó. Gyuri bácsinek ilyen rendes ilyen flashbackje van, tudod? Összegubózód volt van a sarokba, baszd meg. Ezt így üvölt. Kapcsolt ki! Ja. Lövés hamburgoktól így elkezd így a jobb szöntikkel. Ja. Nem mondom, ez az ezotéria csapta meg nálam, mert most így megint szóba került múlt hétvégén. Hogy? Az ezotéria. Nem, mi hogy ja, az meg egy ilyen hosszabb beszélgetésben voltam egy ilyen programon így emberekkel, és akkor így az volt a lényeg, hogy elkezdtek az ezotériáról beszélni, az meg, és így nem lehetett témát váltani, mert hogy így nekünk arról kellett beszélni. Ezt kivel beszélted? Mindegy, most ez így neveket nem mondjuk. Mert hogy így milyen jellegű ismerősök? Ja, családdal volt. Családdal. Ja. Figyelj, az ezotéria mindig szerintem egy kifogás valamire, tehát mindig így aha. Ilyen valami, ilyen képzetet tudsz le bizonyítani, vagy száfolni, érted? Így azt tudod mondani, hogy én, nekem ez most egy jó évem lesz, mert hogy ezotéria. Úgyhogy ezen meg kell találni azokat a pontokat, ahol tudod bizonyítani a magad igazát azzal, hogy így mi, hogy van az ezotéria, és lehet, hogy ilyeneket kéne mondanom nekik, vagy így, akik így fölhoz az ezotériát, hogy így, ja, csak nem akarsz megint felelősséget vállalni a tette. Amúgy ez egyébként ez legit lenne. Én kipróbálnék ilyen extrémebb típusú ezotérikus dolgokat, mint mondjuk egy ilyen cigánykártya. Cigánykártya. Ja. nem az ízlik, azt hogy hívják, lásbomba. Lásfürdőbomba, az, amikor így emberek leistasztorizzák, hogy lásfürdőbombát raknak a kádba, és így ott van így a lábuk, meg a lásfürdőbomba, és ilyen, ahogy ezt tudjátok, ez egy ilyen gömb. Ja, lás. Azt hittem, hogy még ott tartunk, hogy egy cigány jóslás, és valami lásfürdő, és ez milyen nyelven van. Nem, tehát kipróbál, elmennék egy cigányóshoz egy vesző, amúgy, hogy pont, és hogy amúgy ezért, igen, tehát ez, hogy az is kicsit ilyen tényleg ilyen ezoterikus dolog, vagy ilyen rituálészerű valami, és hát így bomlik szét ez a szar, így ez a golyó, és olyan, mintha konkrétan így valami kajamaradékot így beledobtál volna amúgy a fürdőkádba. Az egyetlen ezoterikus dolog, ami érdekel, az az ajuhuaszkázás, semmi másban. Igen, de az meg nem ez a új nyugati ezotéria, hanem ez az igazi benszülött dzsungeli. Hát igen, én is, tehát az ezotéria, ami érdekel, az az ős magyar sámánkodás, ugye? Igen, kumiszivás és... kumiszivás, gombázás. Valószínűleg ők is zsájáztak keményen, meg tudom én, biztos, hogy halúztak ott a sámánok kőkeményen, nem? Hát csodaszarvas, meg az a faszom. Szavakat kitaláltak, bazd meg. Tehát, milyen elbaszott nyelvünk. Na jó, de ezek a dolgok így... szavakat használunk. Jó, de érted, ez így mindenhol voltak sámánok, annak ez így tök oké, de hogy ez így mai napra ez így odáig degenerálódott, hogy így vannak az irodákban, bazd meg ilyen... ilyen... mindenkinek ez bazd meg. Jógasarok? Nem a jógasarokra bazd meg, tehát a sámánok helyett annak az irodákban bazd meg ezek a nők, akik beszélnek a horoszkópodról, bazd meg, és így... Ebédszünetben felolvassák a nők lapja káfén, az ő napi horoszkópod. Ja, hát ez egy degradálódott a szakma. Ha én hígult. Én személyesen más jellegű embereket kinemálhatok. Én azokat az embereket nem... bírom, tehát hiszem ők a társadalom szégyenei, akik befinganak a tömegközlekedésen, ez tehát, hogy én annál jobban nem utálok semmit. Egyszer megem is megesett, de én okos voltam, hátra mentem, és a csöves mellett fingottam, és mindenki a csövesre nézett csúnyán. Úgyhogy ez egyszer velem is megtörtént. Így van, ezért a sokkal jobb ember, hogy bazd meg, hogy a csövesre fogtad amúgy a fink szagodat. Amikor elkezdted mondani, hogy milyen mindenki embereket... rázta a fejét a csövesre, én is. Köszönöm, őszinte leszek, amikor most elkezdted mondani, hogy milyen embereket utálsz, én azt mondom, hogy mélyen így belenézel a kamerába, és elkezded mondani, hogy én kifejezetten gyűlölöm a... És egy ilyen hosszú monológba, tudod, és ezt vagy némítsuk már ennél a pontnál majd. Az jó, az úgy egyszerűbb, mint vágni. Az geci, hogy ne vágj ki, lenémítjük. Jó, hogy rakok a száthoz ilyen izét, hogy ne lehessen leolvasni. Ó, meg, itt már special effects kell, már nem sokára. Hát tudod, így rendesen, hogy belenézel be azok a kamerába, és én utálom őket. Nem. Nagyon utálom. Az meg nem ezt akartam, mert... Srác, nagyon sok utómunkám lesz az, úgyhogy légy szíves, fogjátok vissza magatokat. Ezt akartam. Sajnálom. Ja, befingani a tömeg. Én amúgy rendszeresen, amíg tömegközlekedtem... A kurva szádat, Api! De tudod miért? Kit érdekelnek az emberek körülötted, bazd meg? Ki a gecimet? Ki bazd meg? Ki az, aki felszáll mellettem a keletin a 7-es buszra, bazd meg? Tehát, azt így... mondjuk én, bazd meg! Azt hittem, azt fogod mondani, hogy kifizettem a bérletet, bazd meg. Ez jár. Na ja, de gondolod, hogy mi van az, aki ki se fizeti a bérletet, és még elkezdene panaszkodni is. Amúgy igen. Ja. Amúgy, ja, a blitzelőknek lehetne úgy egy ilyen fink sarkot kiépíteni. Hú, amúgy bazd meg, a blitzelők. Bazd, mindig megvettem a kurva bérletemet, tudod, bazd meg, tehát, hogy így, most nem azért most, lehet, hogy soknak hangzik a 10 000 forint, de hogy egész hónapban utazol 10 000 forintért, ezt így most így a podcast gyerekhallgatóinak mondom, akik még így ilyen 18 és 25 között vannak gyerekhallgatók, tehát 10 000 forint havont, az egész havi közlekedésedért, az semmi. Hát konkrétan. Tehát, hogy nagyon sok dolog el van baszva itt árazás szempontjából az országban, a BKV bérlet nem. Ja, ez nem sok, bazd meg. Tehát, hogy én gázolajra most így körülbelül szerintem ilyen 50-60 ezret költök egy hónapban. Úgyhogy nem mész ki a kerületből, bazd meg. Ez hozzátartozik az is, hogy bevezetem a kipufogó füstöt a lakásba, és egész nap jár az autó, bazd meg a ház előtt. Úristen. Ja. Ja, én ezektől az emberektől vagyok ki. Nem tudom, Pisti, te... Pisti, neked van el? Most így nincs a fejemben még egy. Azokat az embereket utálom, akik nem szeretem, amikor valaki csak arról tud beszélni, hogy mekkora király. Azt szerintem az az egyik legidegesítőbb dolog. Mert ezek az emberek, ezek nem veszik észre, hogy így mikor elég. Tehát, hogy így találkozol velük, ott van 10 ember. És csak az, hogy így, hát jó, geci, tudod, azért most elég jó az az állás, amiben vagyok, meg hogy tudod, én így kemények szeleket tolok, meg ugyanolyan jellegű sztoriai vannak, mint bárki másnak, csak valahogy hangosabban mondja őket, és nagyobb dobra veri a dolgokat, és a nap végén senkit nem érdekel, mert a nap elején se érdekel senkit, azoktól nem ki tudok lenni. Ezeket az embereket nem tudod lelőni, és nincs általában. Ja, nincs megoldás a végén, tehát hogy nincs. Következő, az a megoldás, hogy hazamész. Ignor, igen, tehát így kicsit arrébb állsz. Ez nekem talán ezeket az ilyen önfényező emberek, azok fel tudnak kúrni nagyon. Van, nem mindegy, ismerek ilyen embereket amúgy én is, ez nem izé. Igen, sok ilyen ember van, és amúgy sokszor erény a magabiztosság. De ez nem a magabiztosság, szerintem ez pont az ellentét a magabiztosság. Ez ilyen full insecure vagy amúgy a dolgaiddal kapcsolatban általában az szokott lenni, vagy az, hogy nagyon kevés szer nyersz így az életben. Kevés elismerést kapsz. Ja, és neked ezt így hangoztatnod kell, vagy valamiben úgy kell érezned, hogy nyertél, és akkor azt mindig azt meg kell mondanod. Igen. Igen, hogy így validáljanak, hogy így ügyes vagy, bazd. Igen, ja. ez true. Igen, és az a baj, hogy ez egy kicsit ilyen magába harapó kígyó, mert hogy onnantól kezdve, hogy valaki így kommunikál, azt nem akarom utána megdicsérni, mert úgy vagyok vele, hogy így... Szopd ki, bazd meg! Szoptad már eleget a saját péniszedet, nem akarom még én is. Ja, hát ez nehéz. Nem akarom még én is, az így... Kis pénisz kell? Ha nem akartuk ezt hozzátenni még egyet, akkor van még egy embertípus, nem is embertípus, van még valami, amit utálok. Valaki, a Simon András. Nem. Hát, hogy ez nem egy embertípus, én azokat utálom, azokat a virágárus geciket, akik így néha így feltűnnek az éjszakában, érted? Tudod, így mondjuk így mész egy klubba, vagy egy kocsmában, és odaállnak, hogy virágot, bazd meg, és így... Ott egy csajjal mondjuk, igen, az első randi. Nyilván már, amikor meglátom a szemem sarkában, mindig azért megkérdezem, hogy kérsz egy virágot, még mielőtt ő ide ér? De vagy így, hogy így kérsz egy virágot. Hát amúgy konkrétan így bazd, tehát így... Amúgy erre van egy tuti tipp, hogy hogyan lehet őket amúgy kikerülni, vagy nem találkozni velük. Annyi a lényege, hogy el kell kezdeni többet keresni, és el kell költözni jobb helyekre, ahol nem járkálnak ilyenek. Jó, nem engedik be őket? Párizsban is láttunk ilyet. Hát Párizs ez egy szar hely. Párizsban nekem olyan sztorim volt, hogy az Eiffel-torony előtt van egy ilyen füves plac. És el volt kerítve kordonokkal. Ilyen olyan kordonok, tudjátok, hogy így fel lehet emelni, és ki lehet nyitni. És a helyi fekete srácok fogták, kiszedték a kordont, így beterelték oda az embereket, hogy gyertek srácok, ide lehet jönni. Fú, és ott beszorultál gyakorlatilag ugye egy ilyen körbevett kordonos részbe, hogy csak egy helyet tudtál emelni, és hívták a spanokat, hozták a 500 forintos bort a Spárból, meg a műrózsákat, meg ezeket, és ahogy oda így bementek így a párok, így jártak körbe ezek a figurák, és próbáltak lehúzni téged minél több dologgal. Hát egyszerre 10 ember próbált meg lehúzni, és azok így köröztek, és így percenként le voltál húzva. Hát tök jó, mert ugye tök jó helyed volt, gyakorlatilag ráláttál az Eiffel-toronyra. Ez olyan, mint Egyiptomban lennél. Ez ugyanez, bazd meg. Kis Egyiptom. Hát de bazd meg, Gici, miért kell ilyeneket csinálni? Én ezért szeretem Európát, mert általában nincsenek ilyen dolgok. De ez Európa. Hát Párizs az igazán az Orbánnak, ugye Nyugat-Európa az már... Németország tök oké, de azok amúgy az tényleg... Az már nem Európa. Párizs, bazd meg. Geci... Harmadik világ. Azért kurvára nem. Bazd meg, nézd már rá. Kurvára nem. Azért, mert multikulti, attól még nem az nagyon nem az, hogy harmadik világ. Hát nem tudom, az meg úgy néz ki, mint Casablanca körülbelül, az meg. Az lehet. Mind a kettő helyen emberi fekália van, az meg így helyeken, hosszos. Szerintem minden városban emberi fekália van, az meg, ahol sokan élnek, és van csöves. Kivéve Prágában nem nagyon láttam. Prágában, a buszmegállóban, a nemzetközi buszmegálló, az gatya. Soha az életemben nem voltam még ott. Nem együtt voltunk? Nem voltunk ezen a konferencián? Nem. Én nem voltam. Nem voltál? De nem mentem a buszmegállóba soha be. Hát, na ott, jó. Ott a szörnyű, bazd meg. Ott nem tudsz úgy végigmenni, hogy ne próbálj mindenki lehúzni. Szingapúrban valószínűleg nincs ilyen. Tehát Szingapúrban szerintem levágják a fejet, hogyha az utcára szarsz. Szingapúr. Hát nagyon helyes amúgy, itthon is ilyen kéne. Ez ilyen helyes, a Szingapúr levágják a fejet, az utcára szarsz. De annyira komolyan vesznek ilyen random... Nem lehet rágót elköpni sem, meg ilyenek. Nem lehet rágózni az országokon. Ja, meg ott is ilyen fűvezésért halálbüntetés, meg ilyen. Hát azt nem tudom. Nagyon remélem. Kínában azt hiszem, hogy 20 év a fűbirtoklással, meg ilyenek. Ez para amúgy. Tesó, akkor az biztos nagyon jó ganja lehet ott Kínában, ha 20 évet kapsz érte. Krisz, bazd meg, beöltözött itt félelem és rettegés Las Vegas. Előző adásban itt voltunk mindketten a napszemüvegbe végig, visszanéztem az adást, és annyira... Megtetszett a stíló? Annyira szilárd volt hozzátok képest a pacekom, hogy most grippelni akartam ebben az adásban. És hogy azt mondtam, hogy szopjátok ki, már arra készültem, hogy megint itt felveszitek bazd meg a boss szemüvegeket, én meg itt fogok megint szenvedni a Houndemes kinőtt fehér pólómban. Szóval így kicsit részese akartál lenni a gangnek. De ez már nagyon múlt hét, tehát ez már lejárt dolog, Krisz, de... A pacek sose jár le. Paceköcsi, bazd meg. Paceköcsi dolog, nem? Tehát akkor még a pacekszó létezett már amúgy, vagy... Persze. Akkor jött. Nagyon ment. Akkor nagyon ment. Legalábbis nálunk akkor nagyon ment. Most is nagyon megy még, nem? Remélem. Debelés, hogy azok 10 éve nem debel már senki rajtunk kívül Pistivel. Ja. Azért emlékszek, amikor még én erőszakosan debeltünk, ilyen 16-17, ja. 16-17-18. Hú, az nagyon, milyen szép év. 21-22. Ahogy 2050 szerintem benne volt a 21-22 szerintem. Tényleg? Aha. Szerintem nem. Bár mondom, nekem összemosolnak ezek a dolgok, mert tehát én most... Nézd, egyetem óta így, az meg így... Hát így, figyelj, én szerintem, úristen, és ezt nem hiszem el, hogy ezt most el fogom mondani, de hogy én szerintem egyetem kezdete óta nem volt szerintem olyan hét, hogy ne debeltem volna a mai napig. Szerintem nem volt olyan. Ez egy ilyen confession epizód, tudod, hogy így mindenki, amit így nem merne elmondani amúgy, azt most itt megosztja ebben az adásban. Ez úgy rendesen félek egy kicsit amúgy, mi az, hogy nem telt el úgy hét van, hogy nem. Szerintem nem volt olyan hét, hogy így legalább egy ilyet ne csináltam volna, hogy így nem tudom, barátnőm mellettbe fölkelt, és így rádöbelek egy. Úristen! Hát igen. Hát, az is kemény, de azt is tudom, hogy 2009 óta nem telt el, szerintem úgy nap, hogy nem mondja ki Pisti a swag szót. Swag, ja. De nem olyan jelentésében, mint amiben, tehát hogy ennek van egy ilyen jelentése, ami úgy gáz lett, hogy úgy ez a hú, ezért tudod, én menő vagyok, meg ilyenek. És én nem feltétlenül így használom, hanem úgy, hogy mondjuk... Tehát sose a pacekra használt a szveget. Nem. A szveget minden más. Ez egy ilyen indulatszó. Egy ilyen indulatszó, ami mondjuk az, hogy mondjuk a Krisz azt mondja, hogy így hú, beleléptem a kutyaszarba az utcán, és hú, szveg. Azt hiszem, azt mondod, hogy beleléptem a kutyaszvegbe, az számba, az meg. Micsoda indulatszó. Hát igen, ez biztos, hogy így kezdődött, csak hogy a Pisti az utóbbi hetekben már így olyan szintre süllyed, hogy www.swag.hu és csak ennyit mond, így a semmiből. Tényleg volt ilyen? Igen, van egy csak így ül, semmi nincs, tök csönd, www.swag.hu. Kicsit szégyellem magam, de vagyok, aki vagyok. És ez nem lehet jelentőlem sem. Hát ez nem baj, nem sok találja. Miért? Ez egy Mr. Basta szám. Mr. Basta sose szeretett. Mr. Basta sose mondta az, hogy szöveg. Ő azt mondta, hogy... De a vagyok, aki vagyok. Szerintem az biztos mondott. Az biztos mondott, igen. Csajozós nóta 87. Csajozós nóta 87. Hát mindegy. Ütős. Ezért jutott eszembe. A PC kultúra akkor, srácok, ha már itt vagyunk. Mármint a számítógép? Ja, igen, a PC gamer kultúra. Egy kis Fortnite. Ma Fortnite-oztam munka után egy kicsit. Nice. Tegnap én is egyébként. Tényleg? Kurva jó amúgy. Krisz, Fortnite? Mehet. Nem, mint egy Fortnite-ozol amúgy most? Én nagyon szar vagyok a célzós, lövöldözős játékban. Hőrező van körbehúgyozva a WC-t, bazd meg. Kurva életben. Nagyon szarul játszok az ilyen shooter játékokkal, én ilyen casual konzol gamer vagyok, nagyon szívesen játszom veletek, ti nem fogtok szívesen velem játszani, igazából erről van szó. Tehát a Fortnite-t, amit különösen utálom, és nem azért utálom, mert hogy gyerekek, meg nem tudom, hanem azért utálom, mert felháborít, hogy gyerekek, bazd meg, amíg én így, na melyikkel is váltok fegyvert, bazd meg, addig így körém építik, bazd meg a Taj Mahalt. Van no build mód, én már csak a no build móddal játszok. Azóta egy kicsit így visszatért belém a... Hát figyelj! De... Nem erre gondoltam, itt, na mindegy, a lényeg. Igen, a politikailag korrekt. Igen, volt erre egy kérdése az egyik hallgatónak, hogy mi a véleményünk amúgy a politikai korrektségről, és ez így szerintem egész hosszú ideje téma volt már amúgy annó is, tehát hogy az egész, mikor csináltuk a Gergét? 14? Igen, 14. november 9. Akkor mondjuk szerintem egyáltalán nem volt még szó az, hogy polkorrektség, tehát ilyenre nem emlékszem. Ez volt, hogy kontroverzsal, ezt mondták dolgokra, de ott a kontroverzsal az nem azt jelentette, mint most, hogy azt mondod, hogy... Nem, a kontroverzsal az azt jelentette, bazd meg, hogy így ott volt egy halott menekült, és így, mint a World of Warcraft, vagy így bele lehetett lootolni, így a gyerek hullába, bazzog, ott volt a loot. Linenclot meg 30 szilver, emlékszem. Igen, tehát az kontroverzsal volt annól. Igen. Ez a polkorrektség, ez nekem egyébként kicsit ilyen elhasznált kifejezés már, tehát hogy amúgy azóta már annyi ilyen már kifejezés volt erre. Most és a cancel culture talán a legközelebbi kifejezés. De hogy nekem ez hogy jaj, ez olyan PC. Ezt mostanában egy csomószor hallom egyébként. A melóhelyen. Hallottam mostanában. Én most melóhelyen, én is meglepődtem rajta, mert hogy amúgy én már nem mondanám már ki azt, hogy PC, mert annyira sokszor mondtuk el, hogy már jelentését vesztette a kifejezés szerintem. Mint mondjuk az is, hogy... Hát mint mondjuk az, hogy nem tudom, ezek így jelentését veszítik a szavak, amiket így kimondanak, érted? A bármelyik inzert politikai propaganda. Persze, hát, ja, igen. Úgyhogy... Mire használták amúgy Milyen kontextusban hallottad? Úgy, hogy... Ez érdekes volt egyébként, próbálom felidézni, valami olyasmi volt, hogy... Én már próbáltam fejbe elképzelni, hogy mi lehetett, és nagyon jól szórakoz. Nem, egy ilyen valami nagyon egyébként ilyen, tehát hogy nem volt helyes, ahogy használták egyáltalán, olyasmi volt, hogy jaj, hát, hogy egy nő mondta, és egy nő mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha a családon belüli ilyen erőszakra egy kicsit nagyobb hangsúlyt fejeznének, tudod, a nők kicsit jobban védve lennének az ilyen családon belüli erőszak következményeitől, jogilag, stb. És hogy hát nem is érti, hogy miért kell ilyen egyfolytában ilyen PC-nek lenni, és hogy ezzel meg nem foglalkoznak, miközben szerintem pont, hogy a klassz. Na mindegy, igen, ez így nem így. De mindegy, térjünk vissza az alapkérdésre, úgy mi volt, hogy mi a gondolatunk erről a PC dologról? Ja, de most én már azon gondolkozok, amit Pisti mondott. Na, mint hogy ez tényleg így szerintem nem feltétlen az a jelentés. Én szerintem túl van tolva, hogy mind a két oldal szerint túl van tolva már, mint hogy az oldal is túl van tolva, hogy nem szabad már semmit sem mondani, meg már meghurcolnak egy 2010-es tweetért. Teljesen rendben van. Na mindegy, ez az oldal, szerintem ez az, amit elsőképpen hallunk, hogy túl van tolva, meg szerintem túl van tolva a másik oldal is, hogy jó, ma semmi sem PC, és hogy általában azok az emberek szoktak, a legnagyobb klozet nácik szoktak be, azok a leghangosabban kiakadni azon, hogy már semmi sem PC, vagy minden már túl PC-nek kell lennie. És szerintem valahol így ez is egy olyan dolog, hogy így arról akarja... Hol húznád meg a határt, Krisztián? Én ott húznám meg a határt, hogy viccelni bármiről szabad. Ameddig... nem tudom, személyiségi jogokat nem sért, meg ilyen alapvető emberi... tehát alapvető törvényt nem sért, érted? Aha. Van egy csomó emberi jog, faszom se tudja, hogy mik azok. Nem léteznek amúgy mindig. De most... mondom a legalapabb dolgokat, mondjuk a gyerekpornó az egyértelműen egy no-no. Az egy... És gyerekpornóval viccelni? Magával? Persze, tehát mindenen lehet viccelni. Szóval mindenen lehet viccelni, bazd meg. Mármint, hogy így... Hát de épp ezért sivítoznak emberek, hogy nem lehet már mindennel viccelni, mert kikollautolnak. De most ez egy olyan dolog, hogy így konkrétan van egy csomó ember, aki mondjuk mondasz egy csomó ilyen geci sértő poént, és röhögnek, addig röhögnek mondjuk a kövér vicceken, mert hogy ők nem kövérek. Röhögnek mondjuk a feka vicceken, mert hogy ők fehérek. És aztán utána mondjuk mondasz egy poént, mondjuk egy nem erőszakos poént, és valakivel ez megtörtént. És hirtelen te vagy bazd meg a sátán, hogy ezt így elmondtad, pedig pont ugyanannyira gondoltad komolyan, mint az előző vicceket. Tehát, hogy így a vicc az nem valóság, tehát, hogy mondjuk az egész GRD-gi halott csecsemős viccekkel indult, hogy az így volt egy csoport, amiben bedobáltunk faszom halott csecsemős poénokat egymásnak, és ezen röhögtünk, mert hogy annó ez egy ilyen nagy dolog volt. Ennek ellenére, hogyha előttünk tényleg ledarálnak bazd meg egy csecsemőt, akkor valószínűleg nem nevetek, hanem egy egész életre sérült maradok. Hát, ezért csak nem, de amúgy... Én azt mondanám, hogy tehát igen, mindennel szabad viccelni, csak van, aki tud viccelni vele, és van, aki meg nem feltétlenül tud. Tehát, hogy amúgy nem mindennel kell, hogy engedjük, hogy lehessen viccelni, de nem mindenkinek kell vele viccelni. Vannak emberek, akik érted csak így azért, hogy jaj, hát kussuljam, bazd meg, hát ez csak poén, és akkor tudod, hogy ilyeneket mondasz, hogy azért, hogy nem tudom, te faszopó, érted? Ezért a faszopó vagy, mert így meg így nézel ki. És hogy ez nem... igen, ez nem vicc, ez nem humor, igen. És akkor érted, közben meg mondjuk vannak mondjuk humoristák, akik hosszú éveket ölnek bele, hogy ezt a művészetet gyakorlatilag maximumra fejlesszék. Na ott, amikor van retorika, van mondani való egyébként. Amikor van mondani való, akkor szerintem mindig van hely a humornak. Amikor nincs mondani való, hanem az a cél, hogy felkúrjál valakit, akkor szerintem inkább foglalkozó. Fölhozzuk erre egy nagyon jó példát, Pisti. Amikor mi azzal vicceltünk annó, hogy hány halott csecsemő kell ahhoz, hogy befesd a garázsod, annak mi a mondani valója, és hogy ezzel szabad-e viccelni? A válasz az rá, hogy amúgy egy is elég, ha elég erősen baszod a falhoz. Igen, ez volt ez csak azért, hogy a hallgatók, ha nem tudják, akkor nehogy így persze, meg... örökké ezt a kérdést tegyék fel. Szerintem én ezt lehet, hogy kisípolnám az egész Igen, ez is. Mint az, hogy, hogy mi a különbség a trambulin, meg egy haló csecsemő között, hogy ha trambulinra megyek, akkor leveszem a cipőmet, és túlgálok rajta. Igen. De hogy... Mi bazd meg? Na, tehát ezek olyan poénok, ez felesleges agresszió. Nem kelt gondolatot. Az emberek azért röhögnek rajta, mert hülyeség. Nem, az emberek azért röhögnek rajta, mert egy olyan gondolatot mondasz ki, amin tudod, hogy egyszerűen ezt nem szabadott volna se kimondani. Aha. De hogyha én elkezdek, most ezt elmondta ezt a poént a Pisti, és én odafordulnék a Pistihez, és azt mondanám, hogy nekem a barátnőmnek múlt hónapban volt amúgy vetélése, és hogy én valóban láttam halott csecsemőt, akkor te erre mit szólnál? Én és azt mondanám, hogy... És neki basztod a pont. Úristen. Egyébként én azt mondanám, hogy teljesen jogos minden felháborodásod, és nem hogy... Nem vagyok felháborod. Szerintem sem. Fellennél, valószínűleg fellennél. Tényleg? Persze, hogy fellennél bazdmeket, Szerintem nem lenne jogos a felháborodás, mert nem... Akkor lenne jogos a felháborodás, hogyha kifejezetten Apinak a... Tehát így, ez ilyen személyesen Api ellen menne, vagy úgy, hogy egy Api elmondja épp ezt a sztorit, és ez is ilyen kontextusfüggő. És akkor így ezzel akarnád a jeget oldani, hogy így halott csecsemős poénokat mondasz egy vetéléses sztori után. Csak így mondanék egy olyat, hogy uff. De ilyen nincs, hogy azzal oldod a feszkót, hogy... Nem, épp erről beszélek, hogy ez nem oké, hogy az nem oké. De az, hogy te most mondasz egy halott csecsemős poént, és azért, mert hogy mondjuk Apinak nem tudod, hogy ez történt, szerintem nem vagy hibás ezért. Persze, hogy nem, inkább én vagyok a hibás azért, hogy ilyeneket megosztok amúgy emberekkel, mondjuk, nem? Vagy nem. Nem ezt mondtam, bazd meg. Te vagy... magadban a traumáidat, tesó, kit érdekel? Ez az üzenet az meg. Szerintem te azért vagy hibás, mert nem tudod, hogy tudnod kell, hogy milyen társaságban mondasz el bizonyos poénokat. Vagy így tudnod kell az, hogy ezt így egy keményebb viccet azt általában, szerintem ez már 10, hát ez már szerintem a Rákosi korszak óta úgy van, hogy így keményebb vicceket, az csak akkor mesélsz el, hogyha tudod, hogy a szomszéd mondjuk nem nyom fel. Tehát, hogy nem biztos, hogy elmondod azt a viccet, mert lehet, hogy holnap jön a Volga, bazd meg. És hogy ez szerintem, ez nyilván nem az, hogy elvisz a Volga, ha kemény viccet mondasz, de hogy így ez így szerintem ez normális, hogy amúgy vannak dolgok, amiket nem mondod, tehát nem dobálsz be a virágba. Mi mondjuk, nem mondasz egy podcastbe halott csecsemős. Szerintem az egész, tehát hogyha most ezt hallgatják a hallgatók, lehet, hogy hallottak az előbb halott emberekről vicceket, de lehet, hogy nem, mert lehet, hogy kivágtuk. De szerintem felesleges kivágni. Azért felesleges kivágni, mert hogy az mi. Amúgy ez nem, szerintem nem feltétlenül a vészes kategóriában. Nem is ezt akartam amúgy itt fölhozni. Nagyon-nagyon elkalandoztunk most ugye a GRDG1-nek így az indulása felé amúgy, de hogy így azért több ilyet megéltünk már amúgy, így cancelöljenek minket, hogy úgy mondjam, ugye a PC kultúra, és ugye a legutóbbi az pont egy, nem is az utóbbi előtt, valamelyik egy nagyon hülyeség miatt volt, nem? Tehát, hogy valami heretextúra, valami kivágott here, 2D-s heretextúra miatt. Igen, az volt a poén, hogy hír, és hogy mindig valami volt, és hogy ugye úgy, ugye a hír az úgy van, hogy here, és hogy a hírnél így adott valamit, ami egy heretextúrájú valami. De ami annyi volt, bazd meg, ami, bocsánat a káromkodásért, az annyi volt, tehát, hogy egy here konkrétan így ki volt vágva egy rész egy heréből, és bazd meg, az így szét volt húzva. Igen, alig lehetett felismerni. Tehát, hogy ez bármilyen bőr lehetett volna valakinek, bazd meg, a keze, ami éppen van egy család. Tudtuk, hogy ez. De lehetett volna egy csaláncsípéses kéz is. Tud, van a heréknek van az ilyen bizonyos, ilyen nagyon felismerhető libabőre, amikor hideg van. Na, az volt ugye a textúra, és hogy az egyértelműen egy here volt. Mint ez, hogy vannak azok a képek. Vannak azok a képek, amikor így, ugye, van aki így az ujjak, és az egyik az egy segít. És mindenképpen megismered, hogy melyik a segjuk nagyon közelről is. Ja, tehát ez a becsukott szemek, tehát vannak a becsukott szemek, és akkor melyik a segjuk a 10 darab becsukott szem közül. Ilyen óra nyitott szájak, és az egyik is segjuk. És egyébként hiába hasonlítanak valamennyire, tudod, hogy melyik a segjuk. Arról volt már szó, hogy mi okozta a felháborodást a GRD-ben? Nem emlékszem, hogy ez lehet, hogy beszélünk, hogy csak röviden mondom, hogy emlékszem, hogy azon volt a legnagyobb felháborodás, mikor kijött az Avengers, és volt egy ilyen kép, hogy these are the best spoilers of XY év, és akkor hogy ott egy autószpoiler, még egy, és utolsóban ott volt, hogy meghal az vasember. Tényleg, bazd meg. Ezen úgy ki voltak égve az emberek, bazd meg, népfelkelés. De úgy, hogy körülbelül, tehát hogy így igazából minden raszt, minden szexualitást, minden vallást már végig sértett a GRDG, de az, hogy ő már vele poénkodni, így az emberek úgy felháborod. Nincsenek fölkészülve az emberek amúgy. Sírok. Ő kemény. Most is amúgy Instára raktam ki egy ilyen mémet, hogy a She-Hulk twerköl, és akkor ja, így képzeld el, hogy ilyen szüfrazsé vagy bazd, meg aztán küzdesz a női jogokért, és így előre fast forwardolsz 200 évet bazd meg, és azt látod, hogy egy ilyen CGI Hulk twerköl bazd meg, és így 2022-ben ezt jelenti, hogy egy ilyen sorozat, ezzel a sorozattal próbálták az ilyen női empowermentet mutatni, és hogy ezt valahogy így kiforgatta valami követő olyasmire, hogy így én most így nem értek egyet azzal, hogy mit kezdenek a nők a testükkel, meg ilyenek, és így nekem kurva nem a tvörkölő síhákról volt a problémám, hanem azzal volt a bajom, hogy egyszerre cringe-eltem az egész. De amúgy a kedvenc mém a síhákról jut eszembe most se elkanyarodunk a síhákhoz. De hogy baszmeg, nézte valamelyikőtök a Better Call Saul sorozatot? Nem, sajnos nem. Mindegy, van benne egy női ügyvéd, csaj, a Kim Wexler, az az egyik főszereplő, és az egy ilyen teljesen normális, korrekt női egy karakter ügyvéd. És így volt egy ilyen jó mém, hogy így női ügyvédek férfiak által írva, és ott volt a Kim Wexler a Better Call Saul, és így női ügyvédek nők által írva, és így ott volt a síhák, ahogy twerköl. Én megnéztem ezt a jelenetet, csak azt a jelenetet igazából abból a sorozatból, nem, mint hogyha nem. Hányszor néztem meg ezt a jelenetet? 12,5 percig nézte egész pontosan repeat-en, annyi kellett, hogy kúmoljon. Fogd a jelenetet, fogd meg. Csak hogy amúgy megnéztem is, hogy amúgy egész indokolatlan, hogy ez egy 5 másodperces jelenet kb. Hát ez egy post-credit jelenet. Ja, hogy már vége... Yes. Yeah. Akkor nem a Netflixen néztem, nem tudom, hanem csak YouTube-on, de hogy akkor tehát hogy még annyira se jelentős, hogy be legyen rakva. De jelentősen szar a sorozatom mondjuk. Meg hogy beletették, tehát hogy Rótensz meghoztad azt a döntést, hogy az úgy bele legyen. És ráadásul a csaj az írt Rick and Morty epizódokat, aki ezt írta, tehát hogy ennek valamilyen szinte viccesnek kéne, hogy legyen. Lehet, hogy a rosszabbikat, részeket írta belőle, nem? Tehát ilyen... Nem tudom, melyikeket írta. Amúgy olvastam, hogy egész jó részeket írt, de hogy nem tudom, hogy mennyit írt belőle, tehát hogy így... Ugye, gondolom, hogy nem egyedül, vagy a faszom se tudja, mindegy. Kanyaroljunk vissza szerintem. A PC kultúrára? Yes. Mindegy, elég ott a síhákból, ja. Mindegy, de ugye, tehát, hogy GRDG-vel azért elég sokszor megéltük azt, hogy így valami több fasság miatt cancelöljék a csoportot. És most itt lehet izézni, hogy így, jaj, de az algoritmus, de nem bazd meg, mert a végén ugye mindig kértünk fölülvizsgálatot, és azt valamelyik emberet ült, és fölülvizsgálta. Valószínűleg leszarják, mert annyi ilyen csoportot kell napjába törölni egy embernek, nem, hogy így... Ja, szar platform, szerintem a Meta, az egy... maga az Insta is, a Facebook is szar platformok, tehát annyira meg van kötve a kezed, nem nagyon tudod kikerülni őket ez a bár igazából nekem ez egy problémám amúgy, hogy így, tehát így maga a platform az így lehetőséget ad arra például, hogy te egy ilyen piramisszerű vállalkozást felépítsél mondjuk, de arra nem, hogy vicceljek különböző dolgokkal, mint például arra, hogy hír. Erre. Tehát, hogy... Hát ezért a Twitter amúgy, hogy a Twitternek lenne egy csoport funkciója, és ugyanazokkal a szabályokkal lehetne... Tehát a Twitter az valahogy így pont működőképes annak ellenére, hogy amúgy az alterlány sírástól a kőkemény pornóig bármi megtalálható rajta, akár egy feeden belül. Ja, legit. Tök jó a Twitter, de én értem, hogy miért nincsen csoportfunkció, mert hogy nem akarod, hogy ezek az emberek csoportosuljanak, se a... Szerintem szar a Twitter alkalmazás amúgy magam. Tényleg? Nem tökre tetszik. Ment így görgetsz. Amúgy... Kényelmetlen rajta kommenteket visszaolvasni. Igen, ezzel egyetértek. De összességében a tartalom, ami van, az annyira káosz, annyira hülyeség, hogy ez zseni. Ja, úgyhogy kövessetek minket Twitteren. Tweet. Az a felhasználó, hogy De Petris alsónás szveg, tehát, hogy értetek, hogy miről beszéltem az előbb. Na mindegy. Bazd meg. Úristen. Én azt gondolom, hogy nincsen, az a legnagyobb probléma, hogy egy ilyen Facebook, meg egy... a Facebook, Instagram az igazából egy menedzsment alá tartozik. Tehát ezeknél az a legnagyobb probléma, amikor ilyen cancelölnek egy ilyen csoportot, aha, hogy nem transzparens, ahogy ezt csinálják. Hát, tehát az, hogy következő, tehát hogy oké. Okay, igen, így mondjuk azóta is izében van. Review alatt van 2 hónapja, arról ne is beszéljünk, hogy amúgy mennyire kurva szar a supportja amúgy ezeknek, ja, ezeknek az oldalaknak. Jó, de mondjuk belegondolsz, én pont most néztem, hogy amúgy a Facebooknak 3,6 milliárd felhasználója lép be legalább havonta egyszer. 3,6 milliárdan. Tehát, hogy ennyi embert nem tudsz, bazd meg, egyfolytában menni a review-olni. Nem, meg amúgy rájuk járt a rúd egyébként, ha belegondolsz, tehát, hogy volt olyan, hogy ilyen országokban erőszakos felkeléseket kötöttek hozzájuk, hogy hát miért nem állítottátok meg, mert hogy a Facebookon kezdődött. Azért már a GRDG-t izélték, bazd meg. A GRDG-t mennyolták az összes posztot. Fontosabb volt, hogy bazd meg a herés posztokat letöröljék a csoportunkból, mint az, hogy amúgy nem tudom, Szaúd-Arábiában egy felkelést leverjenek. Köszönjük Facebook a kurva anyátokat. És így meg ott vannak bent, tudod, így a Facebook HQ, és így ott van 150 ember nézi egyszerre a GRDG-t, bazd meg, mert hogy így végig kell nézni az elmúlt 4 évnek a tartalmát, úgyhogy naponta 30 mém van, érted? És így ekközben így, uram, éppen Guatemalában drogot árulnak, és felkelés szítanak Facebookon keresztül, és így... Marketplace-en árulják be ezek a heroin. Marketplace-en árulják a heroin. És így mondják, hogy mindjárt, először ezt a mém csoportot most végig kell néznünk. Az a Pepe, az ott nekem nagyon nem tetszik. De uram, a Boko Haram élőbe vágja le az emberek fejét. Már csak 400 mém maradt, végig nyomjuk. És így, tudod, így ott van az meg egy ilyen 30 főből álló ilyen kutatócsoport, aki így próbálja megkutatni, hogy ez valóban egy heretextúra-e, az meg a... Ilyen rendesen, tudod, ilyen laboratóriumi köntösben van. Mintákat vesznek, és ilyen mintákhoz próbálják összehasonlítani, tudod, így és így az, így rájönnek, hogy az is közben az meg marketplace-en heroin árulnak az emberek. Jackson, jöjjön csak ide, rakja a herét a nagyító alá, és ki, igen, ez az. Ide Mark Zuckerberg kell, és így az felkeltik hajnali 3-kor, felszáll a private jetre, oda megy, már megint a GRDG? Isten! Csak görgetik. Ez egy here! Ne legyenek már hülyék emberek! Ezért kellett fölkelnem. Amúgy szerintem Mark Zuckerbergnek amúgy, Cukorhegyi Márknak szerintem ilyen sima heréje, tudod, ez a nem ilyen, tehát ilyen természetellenesen. Mint hogyha... nem lenne szőrös de... Mint hogyha ilyen 3D nyomtatott műanyag lenne. Rendesen nincs textúrája a dolognak, ez textúra nélküli az egész, bassz meg. Olyan, mint egy ilyen poligonból készült volna tényleg. Ilyen PS2-es videójáték erre van. PS1 Hagrid, bassz. Úgy tényleg már Zuckerberg összességében mint egy PS1 karakter. Hát konkrétan volt ez a kép róla a Metaverse-ben, tudod, hogy a Metaverse-ös Mark és konkrétan nem tudtam, még ilyen nem fél, de még egy pár ezred másodpercig nem bírtam megállapítani, hogy ez most tényleg az eredeti ember van rajta, vagy tényleg ez az ilyen avatar jellegű karakter. Meglátod így Mark Zuckerberg az utcán tudod, hogy ilyen pár száz méterre van mondjuk tőled, és így rendesen látod, ahogy tudod, így tesz 10 lépést, és így egy új réteg töltődik be. Mint a GTA-val, hogy itt tisztulnak ki a házak. Úristen, bazdok. Így a séderek így mennek rá, bazdok, hogy így közeledik. Amúgy tényleg olyan fej van a csávónak, mint hogyha ő nem ő lenne, hanem egy deepfake lenne az egész ember. Tehát van egy csomó kép, amit így legenerált mondjuk egy ilyen Dall-E, vagy valami ilyen AI, így minden irányból, erről az emberről. Van az oldal, tudjátok, ez a this person doesn't exist.com, ja, nem létező embereket így legenerál az Jesus Christ. És akkor ilyen végtelen, ahányszor F5-öt nyomsz, annyiszor új ember arcát generálja le, és azok nem léteznek. Lol. És hogy olyan, mint hogyha arról így leszették volna egy arcot, és valami tényleg ilyen generic egy Lego ember fejre, tudod, így ez a Lego ember fejre így rá van így vetítve. Hát de egy konkrétan mondjuk egy olyan embert kerestek, aki úgy néz ki, mint bármelyik videójátékban, amikor így a karakter creation mennyi, tudod, és még minden így defaulton van, tehát még semmi nincs kiválasztva rajta, és akkor így arra ráhúzták így ezt a deepfake-et, és hogy így ez Mark Zuckerberg már. Ja, Zuck. De való életben amúgy nektek, tehát így volt már gondotok amúgy azzal, hogy PC kultúra, és hogy így nem is azt, hogy nem mondhattátok azt, amit így szerettetek volna, vagy nem nyomhattatok volna egy olyan poént, amit így szerettetek volna, de hanem, és esetleg call out volt már valakit titeket ilyen miatt? Engem egyetemen volt ilyenem, hogy nem is poénkodás volt, hanem hogy igazából konkrétan a GRDG-ről, hogy tudtak, és akkor, hogy így a GRDG, így, jaj, de ilyen izék vagytok, ilyen szélsőjobbos srácok, nem? Meg ilyen kis így állok, hogy így, amúgy ennek semmilyen politikai töltete nincsen, szerintem csak vicces, szimplán, meg azért ne felejtsük el, hogy a GRDG a legelején úgy alakult, hogy voltunk 10 köbbe benne, amiből az egyik egy arab gyerek, volt egy feka gyerek, meg még nem tudom kicsoda volt benne, és hogy ők így nyomták azt, hogy a fehérek azok olyanok, hogy így megesznek egy flaming hot cheetózt, aztán bekerülnek a... Timothy hot cheetó, bazd meg, az a kép megvan, ez megvan? Igen. Mossák ki a száját a gyereknek, mert... Csecsemőt nyomják a csap alába, azok Timothy hot cheetó. Meg hogy így egy ízi fehér emberek bíláig csípős a majonéz, meg ilyenek, és ezen is ugyanannyira szórakoztunk, és hogy akkor azért még GRDG-ben az eléggé nem PC dolgokat posztoltunk amúgy így más rasszokról is, és ők röhögtek a legjobban, és ez volt az egészben a jó, egy ilyen így a különbségeiken, meg ilyen sztereotípiákkal röhögünk, de hogy annak ellenére nem volt ilyen rossz indulat az egész mögött. És alapvetően szerintem úgy az volt a gondolat az egész mögött, hogy ez az eredeti gondolat a GRDG mögött, hogy amúgy ez lehetne egy angol nyelvű nemzetközi csoport, ahol nincs, ahol igazából abszolút rasszizmus ellenes célzattal megyünk. A benne volt az alapizénkben, nem, hogy a nevetés az univerzális. Gyógyír. Igen. És az, hogy így igazából pont ez volt a gondolat, hogy annyira ilyen, ez az ilyen PC kultúra, csak akkor még nem volt ez a kifejezés, az annyira ilyen magasan, tehát így a szavakra megy rá, hogy így ki mit mond, és nem a tettekre, tehát hogy nem magára... Szavak is lehetnek, mert ugye amúgy ezt látom a rációt abban is, hogy igen, tehát hogy a szavaknak ereje van, abszolút. Persze, főleg persze, az interneten, tehát az interneten gyakorlatilag már a tettek, milyen tettek? Tehát egy... Persze, főleg a 444 komment szekció volt, aztán a szavaknak ereje van már. A Bohár Dániel komment szekcióban meg a... Ugye ez a levegő? Ja, bocs. Lefejeled a mikrofont. Tehát a szavaknak van ereje. Nyilván nem akkor, amikor a sok ember egymást hergeli ugyanarra a dologra, akkor gyakorlatilag teljesen felesleges kétszer megismételni ugyanazt a gondolatot, de... Nem, azért nem, én szeretem megismételni, mert a sok senior ember, akivel én szoktam kommentelgetni, nekik többször is el kell mondani a dolgot, mire megértenek valamit amúgy. Ez lehet, hogy így van, de te vagy a fő médiumban az meg, aki... Én akinek ezt sugároznia kell magából. Igen, hát ugye azért kurva nehéz ez az egész, mert hogy ugye mondtad azt, hogy nem mindenkinek kéne engedni. Tehát így, nem, egyébként ez olyan, mint az ilyen ókori időkben, mondjuk tudod, hogy a filozófusok voltak azok, akiknek megvolt az ilyen retorikai érzéke arra, hogy megszólítsák a tömegeket, kommunikálják a gondolatokat. Most ezt nem tudom, hogy kik ezek. A trombitás Kristóf, az bazd meg. Tehát, hogy milyen retorika? Milyen retorika? Szerintem ők, hát ki más amúgy? A Megafon a neve. A Megafon, ki van a bal oldalt, aki ilyeneket csinál? Senki. Hont. Ez ki? Kálmán Hont András. Ez ki? Ja, de hogy... Na... Gulyás Marci, bazd meg. Hát, tényleg. Ja. Mondjuk itt pont ugye a jobb példákat hoztuk fel, valószínűleg van a másik oldalon is jobb példa, mint a 3 forintos Fidesz influencerek, mert most szerintem azokat szívunk. Az adja? Apropó, szerintem Gulyás Marci, ez hot take, Gulyás Marci a legfélelmetesebb magyar ember. Tényleg? Félsz Gulyás Marcitól? Konkrétan, most Pisti felszokta írni az álmait, Múltkor én is félálomban, nem tudom megnézni, mert telefonon vesszük, de hogy valami olyasmi volt az álmom, hogy Gulyás Marcival fekszem egy francia ágyon, és én nagyon kellemetlen kérdéseket kérdez tőlem, és nem azt, hogy felriadtam, mert nem olyan volt, hogy így felkeltem, és ilyen zaklatott voltam, hogy így úristen, amúgy így most már van egy ideje ilyen internet presence, és hogyha mondjuk minket így meghívnának a Partizánba, kurva jó lenne, Marci, hit us up, de úristen, nagyon, nagyon fosnék, hogy miket kérdez. Tényleg. Gulyás Marci nagyon félelmetes, legfélelmetesebb ember a Magyarországon. Én úgy kell válaszolni, Krisztián, hogy nem gondolod át a választ, amit mondani szeretnél, hanem ami a szíveden, a szádon, és így megkérdezi, hogy így tök random valamit, és így mondasz egy full oda nem illő dolgot. Mondjuk. És mondja, hogy igen, de 2003-ban ezt mondtad az internet, vagy 2017 márciusában ezt tweetelted, és így úristen, bazd meg. Csak azt mondom, szóval jobban felkészül az interjú alanyokból, mint ők saját magukból, tudod. Hát jó, de amikor így annyi minden fasságot mondok, mint például én, tehát hogy így, nekem így mondanám, hát hogy mondtam valamit 10 évvel ezelőtt. Megnéznélek, hogy Gulyás Marci izzasz téged. Szaunáztad, bazd meg. Tényleg, van az a kép, a Jordan Peele, vagy mi a neve? Ugye Jordan Peele, így csurog a víz róla, bazd meg, és így csak így izzad, és néz előre fel, olyan lesz Api, bazd meg, a Partizánban. Nem, telefonfélséget mondok. Nem néztem elég Partizán. Tényleg? Aha, nem, ti nagyon kenitek vágjátok, én annyira nem. Azt tudom, hogy megnéztem a 666 góstos részt. Nem, még egyet-kettőt meg. Nem, hát ugye a keményeket tud kérdezni, és hogy ezért félem. Érted, ez retorika. Tehát ez retorika. A múltkor láttam mondjuk egy olyat, hogy valami, nem tudom, ilyen Fidesz Facebook oldal csávó felhívja a heti hetesnek a tagjait, és akkor így ilyeneket kérdez, hogy így, na, milyen érzés a Jobbikra szavazni, és így tudod, arra gondol, hogyha a koalícióra szavazol, akkor a Jobbikra, és hogy így én nem mondják mondjuk, hogy én nem arra szavaztam, és hát de, hát arra szavaztál, nem, és akkor így néztem, hogy mondom, az meg így legalább lenne, tehát egy kis szint vigyünk már bele, érted? Én amúgy köztévét imádok még néha nézni, az kurva jó. A köztévé? Azért az adja, nem? Az adja benne, hogy kb. 300 milliárd forintot költünk rá egy évbe, és egy random YouTube videónak magasabb a szint, production quality-ja. It is what it is. Jó, de van annyi gyógyszerreklám a YouTube reklámokban? Basz. Amúgy nekem a másik probléma az, hogy ez egy köztévé, és miért kell gyógyszerreklámoknak menni a köztévébe? Nem is tudom, hogy... Tele van reklámmal. Tele van? Tele van. Hát a faszom se tudja, nem tudom. Én egyszerűen a televíziót már nagyon régóta nem értem. Nem mi vagyunk. Már csak azért kell a reklám, hogy addig el tudjon menni, aki nézi WC-re, bazd meg. Nem maradjon le. Nem, tehát ez a magyar, vagy ez a modern megfelelője a reklám helyett ízen, nem, hogy így leállítod addig a filmedet. Nem, bazd meg, tehát nem jobb? Hát lehet, hogy jobb, de most ezt mondjad a... Marika néninek, geci. Amúgy ehhez kapcsolódó dolog, hogy így én mindig azon gondolkoztam, hogy tehát így nagyszüleimnek is volt egy, tehát így, tudod, így nőttek fel, idősödtek, haladtak a technológiával, és egyszer csak így elmaradtak. Hogy nekem mikor fog eljönni az a pont, tehát hogy most így haladok a technológiával, amikor így egyszer csak már nem veszem be az újat. Amikor így azt mondom, hogy nem, bázzak, én nem akarok hologramon keresztül. Következő Fortnite season. Következő Fortnite season. Meg amúgy ezt tegnap fifáztunk a Krisszel, és volt ott még két haverunk, és akkor így négyen akartunk fifázni, és Krisz letöltötte a fifát, és elindítottuk először a játékot, és akkor ott pont ezt beszéltük, hogy akkor tudod, amikor nagyon öreg vagy, hogy így bekapcsolod a fifát, és te azt várod, hogy így megnyílik, és én most játszani fogok a gecis focis játékkal, és nem ez történik, hanem tudod, add meg a karakterednek a nevét, add meg, hogy néz ki, és fogadd így, el a nem ilyen eulát, akkor olvasd el ezt a szabályzatot, regisztráld fel magad ebbe, hogyha többiek játszani akarnak, ők is adják, és állok, hogy így geci, 2 órája adminisztrációt nyomunk, bazd meg, egy kurva meccset akartunk csak játszani 5 év után. Ez az igazi FIFA szimulátor, bazd meg, amikor így konkrétan leigazoltattak, bazd. Leigazoltattak. Csak szkenneld be a személyedet. Hát konkrétan ilyen... Postán 4 nap múlva megjön a szerződés. Menj be a sportegyesület portájára, hogy elintézd az adminisztrációt. Sportorvosit kell csinálnom. Sportorvosit kell csinálnom. Nem, és ezzel gondolkozom, hogy mikor fog elérni amúgy az a pont, amikor így már nem veszem be a technológiát. Tehát így az jön, hogy így nem bázg, én már nem fogok hologramon telefonálni, egyszerűen nekem a Nokia 3210. Ja. Szerintem a TikTok utáni platform az már nekünk nem lesz való például. Ja, a TikTok is már necces egyébként. Én már a kontentet már nem tudom befogadni, szívesen lövök hülye videókat, de nem tudom már befogadni a tartalmat. Meg nem mennek már akkor át minden. Azok a videóink nem mennek nagyokat TikTokon, amire azt gondoljuk, hogy na ez biztos nagyot megy, mert igen, már nem ismerik azt a korosztályt. Igen, nem ez a lényeg. Ja, meg valószínűleg ez a Metaverse, ez egy nagy választóvonal lesz, hogyha beindul. Mm. Hát egyfolytában VR-on lesz akkor amúgy. Igen? Aha. Ezt a podcastet is, majd így be lehet ülni nézni ezt a podcastet majd Metaverse-ben. Az mekkora király lenne egyébként. Nyomjuk, és akkor itt vannak a nézők, olyanok leszünk, mint hogy valami ilyen Vágó Istvános settingbe leszünk. Ha live audience lenne, az meg. Aha, meg meghívhatunk bárkit onnantól kezdve vendégnek, nem? Ja, tehát, hogy így... Ja. De hogy úgy hívhatunk meg bárkit vendégnek, hogy így, aki nem is az. Tehát, hogy... Képzelj már, hogy ilyen gusztustalan Metaverse karakterekkel ülnénk bent, és így megérkezne a vendégünk egy ugyanolyan gusztustalan Metaverse karakterrel, bazd meg, és így csinálnál, kellene vele egy interjút, de hogy így nem tudsz, bazd meg, mert nem tudsz, mert bazd meg úgy néz ki a karaktere, mint egy hányás. És így nem tudsz elvonatkoztatni a dologtól. Cseréljél már avatárba, azt meg nem bírok látni. Cseréljél már avatárt, igen. És becsatlakozik hozzánk a, nem tudom, a Double-T, az meg egy ilyen csirke jelmezben, és így, hát most éppen ez az avatárom, azt nem tudok mit csinálni, hogy itt ülünk el, ugyanebben a cuccban érted. Ezt kikeljük a Double-T-t. Úristen. Jöjjön valaki más inkább. Bocs, Double-T, ez már túl hype beast volt, az meg ez a full csirkeszed. Ezt nem bírta el az inger küszöbön. Szerintetek a GRDG akusztikus jórtam eddig fog még élni? Hát... A napok, hetek. Mert hogy így, én azt gondolom, hogy a Facebookos, a GRDG Facebook csoportok, aha, azok tökéletes mindfulness gyakorlatok, tehát hogy csak a jelen van. Mindig élvezd ki, hogy aha, van, mert holnap lehet, hogy felkelsz, és már nincs. Az egyetlen baj, hogyha nincs akusztikus jurta, akkor lehet, hogy nekem már profilom sincs, és a megélhetésem az amúgy egy bizonyos szintje, ez pont ugye az... Hát csinálsz egy új profilt, új hozzáférések. Persze. Persze. Végül is, Api. Tényleg. Nem tartunk el egy szünetet lassan? De szerintem egy jár mennyi volt körülbelül ebben a témában. Tartsunk egy szünetet. Addig a hallgatók nézhetnek valami reklámot tőlem. Egy simó videót nézhetnek, addig az simó videó lenne már. Wait a fucking minute. Üdvözlünk mindenkit vissza a szünet utánból. Én még mindig Simon András vagyok, velem szembe Házi Krisztián, és balra tőlem, a nézők nem tudom, ezt honnan fogják látni, nem érdekel, balra tőlem Depetris István ül. Tök menő. Bazd meg, a bankkártya számot nem akarod megadni. 93, 94. A lényeg az, hogy a közönség is értse, amúgy most vágtunk a időnkből, nagyon sokat beszélünk. Vágnunk kell. Sokat beszélünk. Én arra gondoltam... És még fasság is, bazd meg. Tehát, hogy a nagy része? De ez így a való életben is. Tehát, hogy én amikor így beszélek, szerintem annak a fele az trash általában. Tehát, hogyha... Vágható? Nem, mert akkor nem szórakozol jól. De amúgy így a való életben, tehát, hogy amikor így nem munkakörnyezetben amúgy próbálok normális dolgokat magyarázni, meg így tudod ilyen konstruktív ötleteket bedobni. De minden egy... Úristen, milyen... De amúgy minden egyébnek szerintem így a fele, ez egy trash, amit mondok. Nincs értelme sokszor. Meg így nem logikusan következik A-ból a B. Én nem tudom kiélni ezt. Én ezt nem tudom kiélni. Én a hétköznapjaimnak a 8 óráját munkában én úgy töltöm, hogy így belém vannak szorulva ezek a dolgok, és talán jobb is, talán mindenkinek az érdeke, hogy ez így is maradjon, és aztán mondjuk találkozok a srácokkal, és akkor rájuk öntöm, mint egy www.swag.hu az. 8 órán keresztül magába tartja Pisti. El sem tudom képzelni, hogy milyen szörnyű le. Ja. Na, és arra gondoltam, hogy az a téma, amit még szeretnék veletek átdolgozni, most így szerintem vágjuk, a kedvenc magyar ételünket átvisszük jövő hétre, meg a legputtóbb szerelés, amiben emberek közé mentetek. Nekem erre van nagyon jó izém, én amikor a Jászai Mari téren laktam, aha, akkor én istentelen kinézetben mentem le sokszor a kisboltba. Tehát, hogy így, ez meg, szerintem még jó, hogy szerintem az alsógatyám is volt Lukas többször, és alsógatyába kimentem a Jászai Mari térre. Hát ezt nem lehet überelni, bazd meg. Ilyen nagy évben kerülnek ki téged a járdán, bazd meg. A hajléktalanok, tehát, hogy így azért jegyezzük meg, hogy ott a Jászain elég sok volt. Igen, hát nem volt kirül, mert akkor ott le volt zárva a 4-es, 6-os, és odáig járt, és akkor így, ja, tehát ilyen tömegbe voltak ott a hajléktalanok olyankor. Mindegy, a lényeg az, hogy szerintem nem néztek ki közülük. Aha, egy voltál a srácok közül. Sokszor. Mert lementem a kisboltba, hát között én már még soha. Mindegy, lementem a kisboltba, és az volt a lényeg, hogy így azon Monstert kellett vennem. Tehát, hogy így tudjátok, így van biztos a nézők között is több függő ember. Tudod, így van az az érzés, hogy neked most mindegy, hogy milyen függő, de neked fogyasztanod kell. Neked fogyasztanod kell most, és az meg bárhogy néztem ki, bármi volt, és nekem Monster kell. És lementem a kisboltba, hogy én itt most már Monstert fogok inni. És Monstert is itt. Mindig kiszolgáltak. Mindig kiszolgáltak, mint hogyha ilyen messzes, ilyen kínai járus, itt ilyen partfűssel zavar el. Néha a pinok adtak ingyen egy ilyen kevertet is mellé, az meg egy ilyen... Hatost. Ilyen számokkal, emlékszem, ilyen számokkal volt... jöttek be utánam a hajléktalanok mondjuk, és akkor a 6-osból, a 2-esből. És így tudod, mentek ki a szilvás, Ez kemény, ez olyan, mint egy ilyen amerikai gyors kajára, tudod, egy 6-os, egy 14-es. Ez a kelet-európai Five Guys. Van a keserű, meg a mentolos. Mentolos. Ilyen meglepetés, cserélj meg őket. Kinder Surprise, bazd meg. Sőt, mi több 20 forinttal kevesebbért megpörgethetsz egy ilyen szerencsekereket, és amelyikre mutat az. És van olyan, hogy kettőt kapsz. Mondjuk. Már megint a csévi keserű, bazd meg. Csévi keserű. Szerintem az a borzalmas amúgy ebben az egészben, nem a hajléktalanos részében, hanem abban, hogy tehát, hogy nem éreztem rosszul magam attól, hogy így ilyen gusztustalanul léptem utcára, mert hogy így, tehát így, amikor így függő vagy dolgoknak, akkor így leveted magadról azt a minek hívják ezt? Amikor tudod, úgy érzed, hogy... Szociális nyomás. Aha, ugye szociális nyomás, hogy neked amúgy föl kell venned egy nadrágot. Tehát, hogy amikor te lyukas boxerben lemész a Blaha, vagy a Jászai ABC-be, vagy Monstert, vagy élesz nagyjából, ahhoz hasonlítod, mint amikor egy heroinfüggő így kúszik a mocsokban, hogy belője magát herkával a vonatállomáson. Igen. Te 27 éves vagy, nem Api? Aha. Vigyázzál magadra ebbe az évbe, basz, meg nem, hogy a 27-es klubban benne legyen, így benyitunk Api, az azt ott van 50 darab Hamiltonos Monster körülött, basz, még kurva életben, Api, láttuk, hogy ez lesz. Tettetek semmit. Hát igen, de amúgy, hát majdnem olyan, mint a herkáznék amúgy néha, de nem, mert ez az, tehát hogy nem a, tehát az 5. kerületben volt az egész, tehát hogy azért nem herkáznak az emberek. Ó, ott is lehet herkázni, hát nem, már. Jó, de a herkáról mondjuk nem kapsz számlát. Na, ez az. Oda ilyen szabad eljutni, hogy mint a Lil Peep, hogy tudod így, már nem szanakszot szed, hanem már ilyen felütött szanakszot, amikor mondjuk MDMA-val keversz szanaksz, és akkor mondjuk Api meg mondjuk szanakszal kavert Hamiltonos Monstert. A Lil Peepnek volt az, nem, hogy így a haverja vette fel videóra, hogy jó, nézzétek, itt van, itt alszik az asztalnál. Ez nagyon kemény volt az a videó. És már nem aludt, hanem meghalt. Aha, nem láttad? Hát hallottam. Ez a turnébuszon így ment kamerával a csávó, és akkor hogy így ott van a Lil Peep, és nagyon ki van ütve meg izés, így azok a csávon rendesen meg volt halva. Ja, ez kemény. Ez nagyon para volt. Én mondjuk a mai napig egy számát nem hallottam. A Witchblades vagy Switchblade című szám az... Szerintem biztos, hogy nem Witchblades. Hallod, no joke? Switchblade. Azt mondja, hogy... Igen. Én sem értettem, hogy miért. De szerintem azért az a címe, mert hogy ez ilyen funny. A Witchblade? Witchblades. Witchblades, bazd meg. Switchblades valószínűleg. Azt mondja, hogy Switchblades, kokén. Na, ezek mindegy, bazd meg. A lényeg az az, hogy ezt nem tudjuk überelni, bazd meg. Tehát, hogy így mondani akartam valami melegítő szettet, meg én, de lyukas alsógatyát hogy a faszomba fogom kérni? Lyukas alsógatya volt rajtam, egy zokni, meg van, tudjátok, van az a nagyon régi papucsom, van egy Adidas papucsom, ami ilyen kb. 13 éves, és már lukas a talpa, de a mai napig aztán nem úgy gec kényelmes. Az volt rajtam. Igen. Az egyik első emlékem rólad, Api, az, hogy egyetemen vagyunk, és pénzügyi óránk van, előadás, és már megy az óra, szerintem 10 perc, amikor te becsattogtál, szerintem ugyanazzal a papucsoddal. De nem volt más papucsod. Rövidgatjával, pólóba, nyakadon a fülhallgatóval, a hónod alatt egy laptoppal. Beültél be az meg az első padba, a előadóba, igen, és felraktad a fülhallgatót abban a pillanatban, hogy leültél, megnyitottad a vovot, és olyan geci hangosan vovoztál, hogy az előadó hátuljába hallottam, bazd meg. Hát figyelj, ez ilyen volt. Ez az életfilm. Hát valószínűleg kevésbé érdekelt az óra. De már az óráknál járunk. Már akkor nagyon szimpatikus voltál, úgyhogy... Hát az ilyen menő gyerek voltam. Nekem talán a kedvencet, és nagyon próbálok most erről képet találni, mert tudom, hogy a Neveres profilra raktunk ki erről egy képet, és megjelöltük a Double-t, hogy milyen check, mit szoktak mondani, milyen check? Double-t, check me. Style check. Style check, és akkor tudod, ilyen híres embereket néznek, hogy mekkora a stíló. Igen, hogy mit mivel vesz fel, meg ilyenek, tudod, ilyeneket néztek, és így konkrétan szerintem valami... Van nekem egy ilyen kabátom, ami elül ilyen fehér... Tudom, gyapjas-szerű anyag, és az az úr, hogy ez egy ilyen szürke, és egy gyapjas anyag belül. És van egy Crocs papucsom, ami teljesen véletlenül ugyanilyen szürke Crocs papucs, és ki van bélelve egy ilyen gyapjas anyaggal, és az... Hova fog vezetni? De ez nem puttóba az, meg ez hogyha milliómos Stici lennél, akkor azt mondanák, hogy úristen, bazd meg, ez elmehetnél az Emire, vagy bármilyen díjátadóra elmehetnél. Emire lenne. Szerintem jó lenne, de figyelj, kinek mi a puttó egyébként? A lyukas boxert nem feltétlenül vállalnám, de az pedig az nice, tehát hogy amúgy abszolút mondjuk azért adnám, hogyha meghívnának egyszer minket egy díjátadóra, és oda is elmondjuk. Most tehát, hogy így természetes szerintem, hogy így kilóg a heréd, vagy valami agatjából. Igen, ezt beszéltük korábban is, hogy én ennek egy nagyon nagy advokáttja vagyok, hogy a herét normalizáljuk. Fel. Igen. Free the here. Frido ezek ilyen. Persze. Na mindegy, izére jutott eszembe, hogy most a gimiről, meg vagy hát a egyetemről a gimi, hogy menő voltam. Tehát, hogy menő voltam a gimiben? Én szeretem azt hinni, hogy igen. 10 per mennyire voltál menő? Én megmondom, én szerintem Szerintem 9. Tényleg? Szerintem, ja. De ez egy ilyen önboosttal? Hát kibúztam, mint más hype-ol fölt, igen. Nyilván, hát attól függ, hogy mások mit gondolnak, nem? Akárhogy is, én azt mondom, hogy én gyengén kezdtem középsuliban, aztán egészen okés gyerek voltam, viszont nagyon gyenge volt a pinázás gémem. Tehát, hogy azt, ha visszamehetnék az időben, akkor azt máshogy csinálnám, máshogy gondolkodnék. Tényleg? Na, igen, Roland Zalakovics. Igen. Hopp. Félbeszakítottad, bazd meg a nagy azt mondta, hogy mit csinálnátok gimiben másképp, úgyhogy akkor válaszolhatsz is. Ja, el. Igen, máshogy kúcsiznék. Szerintem a gimis love story-knak a nagy része az valami nagyon szánalmas véget ér. De hát erről szól amúgy ez a korszak. Tehát, hogy kell legyenek ilyen szánalmas love story-jaid, mert... Kellenek? Hát persze, hogy kellenek. Erről, minden egyes Netflix film ezt nyomja, bazd meg, hogy erről szól a tini kor. Anélkül nem is teljes a tini kor. Tehát mondjuk, nyilván, hogyha most vannak amúgy ilyen, 27 évesen jönnek neked ezek a tini love story-jaid, akkor az már úgy azért így kellene. Hát, Krisztián, érted, mi van akkor, hogyha 27 évesen tini lányokkal jössz össze. Hát akkor nem te kezdem. Majd, hogy te kezdem, bazd meg, magadra vessél. Magadra vessél. Igen. Amúgy meg tud történni. Az is meg tudom, hogy történni. Nekem 2 éve volt egy elég gimi-szerű ilyen love story-m, és meglepődtem rajta, hogy lol, ez még megtörténhet. Gimnazista csajod volt 2 éve? Nem. Ja. Erről már mondtam a véleményem, hogy szerintem az egy nagyon gagyi dolog. Ja, azt hiszem azért mondod, mert átélted. Nem, csak olyan gimi feelingje volt, olyan, tudod, ilyen mindenki geci hülye, te is az vagy, azt senki nem tudja, hogy mit csinál, és aztán a végén ilyen nem is történik semmi. Én arra szeretném volna rátérni, arra a témára, amit hoztál, hogy... A hierarchia. Hogy mi a gimi hierarchia? A gimi hierarchia. Hát figyeljetek, nálunk így úgy nézett ki a dolog, tehát szerintem a gimi hierarchia, ahol a legjobban kijön, az az öltöző. A fiú öltöző. A lány öltözőről nem tudok sokat mondani, mert nem töltöttem el sok időt a lány öltözőbe, de igen. Szerintem én valami hasonló állati dolgokat tudok elképzelni ott is, mint így a fiú öltözőbe. Tehát, hogy nálunk úgy nézett ki, hogy voltak a top emberek, azok a focista srácok voltak az osztályban. Kosaras srácok, igen. Ilyen álltak a kosaras srácok. Yes. Tehát ők voltak az alfák. Aha. Utána jöttek, tehát az alfák alatt voltam valahol én is, tehát hogy nem mondom azt, hogy voltam olyan menő, mint a focisok, mert mert nem volt akkor a pofám, meg nem kezdtem el úgy baromkodni. Nem tudtál dekázni. De viccesebb voltál, mint ők, az fix. Ja, valószínűleg. Igen, nálunk is ez volt, hogy én is... Folytasd, kíváncsi vagyok. Én szerintem, tudjátok, melyik kategóriában voltam? Szerintem a bullik között. Szopattad az embereket? Rendesen. Én konkrétan van egy srác, de ez még általános iskolában, akiről tudom, hogy drogfüggő lett, meg minden, és szerintem abban hozzátartozik a szarcsaládi hátterén kívül az is, hogy mi folyamatosan basztattuk a suliba. Aha, és milyen? Beszélem. Ezt csak így eszembe jutott valamikor. Ja. Ezek jó, hogyha eszedbe jutnak. Igen, mit vagyok, nem tudok már mit csinálni vele. Jaj. De kicsit rosszul kell éreznie magát az embernek ezek miatt, és ez teljesen rendben van, Api. Ja, jó. Na mindegy, és akkor, tehát, hogy vannak a focisták, tehát és nem is tudom azt mondani, hogy a sportolók, mert hogy így kifejezetten, tudjátok, így tehát a focisták voltak azok, akik... Vannak arcok, amiket hozzá tudok társítani ehhez a névhez. Konkrétan. Ez a gyűjtő névhez. Igen. Tehát, hogy például aki birkózott mondjuk, az nem volt olyan menő. Tényleg? Vagy aki... Ja. Még ez egy cool. Birkózás menő sport amúgy. Ja. Vannak a bullik, és azon kívül, tehát ilyen srácoknál voltak még ezek a nördök, tehát az a tipikus nörd formák is voltak, és aztán volt nálunk egy olyan, tehát hogy nem tudom azt mondani, hogy átlagos srácok, vagy valami, hanem voltak, tudjátok, vannak a gimikben ezek a plazma emberek, akik csak azért vannak ott, hogy így kitöltsék a teret. Tehát nem adnak hozzá semmit az osztálynak a létéhez. Értem. Érted, amit mondtad, hogy nem, olyan, tehát hogyha nem lennének ott, nem változna semmi. Csak a tér. Tehát, hogy a tér igen, több lenne. Kevesebben lennétek az órán. Real shit, értem. Nem, igen, fura lenne, hogy ennyi csak az osztály létszám. De nem változna semmit az osztály dinamikája. Igen, értem. Amúgy, nagyon hasonló amúgy az experience-ünk akkor középsuliból, mert nálunk is úgy volt, hogy így mondjuk voltak a klasszik alfák, akik ugye a kosaras per focis srácok, és akkor, hogy ők így el voltak a saját világukba. Utána voltam nagyjából én bulliként. Veled ellentétben én azért megbántam, hogy ez így volt, de igazad van abban, hogy most már fasra tudunk kezdeni vele. Most mit csinálják? Járják körbe, bazd meg az országba, és kérjék bocsánatokat? A nevem Earl. Jaj, egy listát. Bazd meg, az nagyon jó volt, a nevem Earl. Ja, írunk egy listát, Api. A nevem Api. Úristen. A nevem Api. YouTube sorozat? Nem sok ez már a sokadik YouTube-sorozat, igen. És igazából utána jöttek tehát hogy még jó, bulliból mondjuk volt 1-2, utána jöttek jöttek a nördök, geekek, és a legalján nekünk a hierarchiának a animés lányok voltak. Animés lány voltak, nekünk nem volt ilyen az osztályban. Nekünk volt egy egész gang. Úgy hívták őket, hogy a Dream Team. Ahogy? Nem ők hívták magukat úgy, de mindenkinek volt japán neve. Tehát, hogy úgy nézett ki, hogy mindenkinek volt amúgy egy saját lenne, de hogy így egymást, azt így tudod, ilyen tudom, Hirohito, meg azt mondom, Hirohito-ba! De hogy mindenkinek volt valami japán neve, érted? Úristen, az gondolom nem Hirohito, de... Nem Hirohito volt, de hogy... Nem is volt ilyen, és ezek az emberek, ezek ugye el voltak szórva, minden osztályban volt egy-egy, és ők így jóval voltak, így tehát ilyen transz-osztály társaság volt, pedig ebből kevés volt. Tehát, hogy egyébként mindig klikkesedések voltak az osztályokon belül, de hogy azok, akik mondjuk az anime konosok voltak, ők így összetartottak. És hogy azt egyébként az így respekt, hogy így bármit gondol rólad így a környezetet, te azt mondod akkor is, hogy így én akkor is hangosan fogok Narutót idézni, meg ilyeneket fogok csinálni. Akkor is Jutut fogok idézni a nagy szünetben mindenki előtt, bazd meg az udvaron. Én akkor is úgy fogok tesi órán futni, hogy hátra csapom a kezem. Én akkor is megpróbálok felugrani a falra, és onnan visszaugrani árnyék jutsuval. Árnyék jutsu. Tesi tanár, már mikor fogunk? Ja, bazd meg, és a jutsu sem akartam. Jó van. Na mindegy, amúgy én szeretek magamra úgy nézni, hogy én ilyen szociális életnek így a közepe voltam amúgy az osztályban, tehát hogy így nyaranta, tehát az volt a fasza, hogy mi tanyán laktunk. És hogy nálunk lehetett bulit tartani normálisan a nyáron, ugye volt hely, akkor az egyik épületet általában kiürítettük, akkor ott lehetett bulit tartani, és akkor hoztunk hangszettet. 15 évesen volt szerintem az első ilyen buli tartva, és akkor előkerültek, tudjátok, az ilyen, hát amiket így fiatalon előső piáknak isznak az emberek, szangria, borok, fütyülős ittunk be, ez még fúj. Igen, és akkor ezek voltak az első bulik, amiket így tartottunk, és akkor utána az volt a gimiben így végig az izé, hogy akkor így nyáron akkor nálunk buli van tartva, és akkor így szerintem ugye a legtöbben ilyen 40-en voltunk amúgy így egy ilyen rendezvényem. Tök jó. Nálunk ez a Deák volt. Mi a Deákra jártunk kurva sokat. Én szerintem egy nyaramat a Deákon éltem le, és oda annyi embert vittél, amit csak akartál, azt csináltál, amit akartál. Ilyen... Hát, ez egyik spalunknál, a Gyöngyösi utcai panelében, bazd meg, úgyhogy az anyjáik otthon aludtak. Egy panelről beszélünk, ami mondjuk 50 négyzetméter. Ja. Hát igen. Egyébként mondtad azt, hogy szeretted azt gondolni, hogy te voltál így a társasági élet központja, és szerintem mindenki szereti ezt hinni középsuliban, és ezt teszi annyira toxikká az egészet, hogy nincsenek még ilyen real kapcsolatok. Szerintem az egyik pillanatról a másikra a kapcsolatainak a nagy részét azt így hajlandó vagy leváltani, hogyha te olyan emberekkel barátkozhatsz cserébe, akiket te coolnak hiszel. Pedig ez, hogy te coolnak hiszel valakit, ez egy hatalmas illúzió. De én mondjuk nem nagyon váltottam társaságot így a gimi alatt, tehát hogy így, oké, nekem a barátaink azok így egyel vagy kettővel fölöttem jártak, a haverok, tehát így az osztályban nem sok haverom volt, tehát úgy, akivel így összejártam mondjuk suli után, de hogy azon kívül nem váltottam én mondjuk társaságot, de amúgy nagyon sokan voltak, igen, akik főleg a csajoknál volt amúgy olyan, hogy így egyik nap még akkor így ez a span, másik nap meg már ugye ő már nincs ilyen párja, szociális párja lett mondjuk az egyik csajtorod, és akkor így vele így nem beszéltek. És ez rendesen megvolt. És ez nálunk is volt én, és emlékszem, hogy amikor még ez volt, még én ilyen hatosztályosba jártam, tehát már hetedikben megtapasztaltam az új osztály élményt, és hogy akkor nagyon mentek ezek a legnagyobb ellenségekből legjobb barátnők, legjobb barátnőkből legnagyobb ellenségek, és hogy így én nem értettem, hogy így mi történt. Így, nem, persze. Így fiúként, főleg annyira abban az időszakban fiúként, amikor így még ebben nincs tapasztalatod, tehát általános iskában gyerekek vagytok, kb. Kurva mindegy, kinek milyen neme van igazából. Aki jön velem lövöldözőset játszani, az forma, azt én lelövöm. Aki meg nem tudom, királynőset akar, az takarodjon a homokozó másik oldalára, azt kész. Ennyi volt az általános iskola férfi-női nemi szerepei körülbelül, de hogy így amikor utána így, tényleg így megindulnak ezek a rendes ilyen, az meg ilyen trónokharca, konkrétan, mint hogy... Így visszatekintve, amúgy elég nevetséges a legtöbb amúgy. Tehát, ja, persze. Tehát, igen. De így akkor amúgy szerintem kurva szórakoztató. Tehát, hogy amúgy tök jó abban a korszakban lenni, mert tényleg úgy érzed, hogy te vagy amúgy a világ császára, tehát 16 évesen így a leggusztustalanabb emberi lények léteznek 16 évesen. Amúgy, tehát, hogy így... Ha nem vagy 16 éves, akkor geci idegesítőek a 16 évesek, mindegyik, és nem tudsz elém lerakni egy olyan 16 évest, akitől nem fordulna fel a gyomrom. Főleg, ha visszagondolok magunkra, persze, akkor saját magamtól is. Hát én voltam a legokosabb, a legerősebb, én minden biztosan jobban. Hogy mennyi önbizalom szorult akkor belém, az valami félelmetes, bazd meg. Persze. Hogy így... Még nem ismerted a kudarcot, Krisztián. Csak a győzelmet. De szép is volt. Ja, nekem ez nem teljesen így volt szerintem egyébként. Én ilyen korrekt gyereknek emlékszem magam nagyjából és iskolában, de amúgy én úgy szép emlékekkel gondolok vissza középsúlyra, és ezt tudom, hogy az embereknek egy jelentős részével nincs így. Tehát, hogy nagyon sok ember úgy van vele, hogy faszom, hála Istennek, hogy vége van. Van, aki az egyetemre is így tekint vissza. Szomorú. De mindenre úgy tekintesz vissza, hogy bazd meg, hál' Istennek vége van, akkor miért nem ölöd meg magad? Már csak a halál a biztos, és annak majd örülhetsz. Hát ja. Hát, amikor a gimi eleje az amúgy tök laza volt, aztán így szerintem így, nálunk így szerintem fokozatosan így elkezdett így bevadulni a dolog, amiket csináltunk. Igen, amikor rájön az ember, hogy be lehet baszni, akkor ott így megnyílnak kapuk. És először, tehát az első bebaszások azok még ugye teljesen új élmények, tehát hogy már nem is emlékszem, milyen volt az, amikor új élmény volt bebaszni, hogy így Jézusom, új dimenzió nyílt volna meg, nem? Nem is emlékszem, mikor volt jó érzés bebaszni. Arra mondjuk emlékszem, hogy a szimplában lógtunk 16-17 évesen, több 10 gyerek, kiskorú gyerek próbálja kikérni a sört, hát ha kiadják. Én most, hogyha meglátnék egy ilyen csapatot, azért így néznék, hogy... Én azért 16 évesen te is megpróbálnád, nem? Persze. Megpróbáltuk, igen. Akkor még lazább volt szerintem a világ. Nem volt még dohánybolt, nem voltak ilyen dolgok. Ó, tényleg benzinkúton lehetett cigarettát venni, az meg én nem emlékszem. Még a Novák piacon. Igen, a kínai piacon is mindent lehetett. Tényleg? Kalinka, szamovári kalinkát vettünk. Lealkuttuk a kalinkát a kínainak. Én konkrétan emlékszem, az első ilyen egyik piás élményünk az volt, hogy nyert tipmixeltünk, ugye illegálisan tipmixeltünk, mert nem lehetett 18 év alatt tipmixelni, de megengedték, hogy rakjunk. Nyertünk, benzinkúton vettünk belőle bort, és a csajokkal berúgtunk ilyen kisebb társaságba, egyik haveromék mögött, így egy ilyen elhagyatottabb út testen. Ez volt az első egyik ilyen élmény. Igen, ez jól hangzik. Ezt érzem. Ez jól hangzik. Ebben a korban már azért nem csinálnám meg. Hát nem. De úgy egyébként, ja, ezek ilyen jó flashek voltak. Go get it, akárki középsúlyban. Ki az egyértelmű hierarchiai legalja, ugye? És gondolkozok ezen, hogy nem... Nem egyszerű? Nem. Hát a csúcs, akkor most már látjuk, hogy a sportemberek. Én ezzel vitatkoznék egyébként. Na, nálatok ki volt a csúcs? Mert szerintem a mi társágunk volt a csúcs. A sportemberek azok jól néztek ki voltak tesízve keményen, ami nice, ami cool, de nem voltak annyira gyökerek, meg gondolatlanok, hogy coolak legyenek szerintem. Nekem a sokkal coolabb volt, amikor valaki eszméletlen fasságokat csinált. Tehát, hogy ez szerintem az sokkal királyabb. Nekem is, de hogyha most visszagondolok, ez alapján én voltam az egyetlen cool az osztályból, és ez megint úgy hangzik, hogy ez a 16 éves agyam. Tehát, hogy én voltam szerintem az, aki az ilyen legnagyobb kereténységeket bevállalta, meg ilyenek, aztán szoptam is rendesen miatt, a jó sokszor majdnem kibasztak. De szerintem cool voltam emiatt. Létre alján. Szerintem... Szóval most ez lehet, hogy rosszul fog hangzani, de szerintem a csúnyák voltak a létre alján. Ezen is gondolkoztam, hogy ezt mondjam-e, és mert ez nagyon nagy rip, és ez nagyon szar felfogás, de ez egy felfogás. Meg nem az, hogy felfogás, most valóság, mi ami real, és nem arról van szó, hogy ezt mi találtuk ki, bazd meg. Ezt generációról generációra 10 évesek kitalálják Hulk, ezt a hierarchiát. Meg aki bazzal nem, aki nem tudod, így nem tudod kiállni magáért. Szerintem az legit. Amikor annyira nem szopatták az embereket, mondjuk. Volt egy csaj, akit Józsinak hívtatok, bazd meg. Jesus Christ, igen. Jó, ez jó. Remélem nem hallgatja ezt a podcastet. Hát egyébként tök jó fej. Remélem hallgatja ezt a podcastet, tök jó podcast. Hallgassa mindenki. Remélem az anyja is hallgatja. Ja, ja, ez real. Ja, tökre ülök, srácok, hogy ti ilyen menő embernek tartjátok magatokat így középsulibe visszatekintve egyébként. De szerintem ti is annak tartottátok magatokat, amikor, én emlékszem a osztályod, társaságodra, és úgy viselkedtetek, bazd meg, úgy szívtátok a cigit 17 évesen, bazd meg, a bíróság előtt, mint hogyha ti lennétek, bazd meg, a nem tudom, a Peaky Blinders, bazd meg. Konkrétan, így úgy képzelés. Igen, úgy viselkedik. Most lenne Pisti középiskolás, szerintem. Pofán basznál magát. Szerintem egy Peaky Blinders-es hajat vágatna magának, bazd meg a... Amúgy bazd meg lehet egyébként. Tehát lehet, hogy most ilyen, mondjuk alkácimisi koncertekre mennénk, és alkácimisi hajunk lenne. Ez benne van a pakliban. Én még most is örülnék a KC-misi hajnal, gondolkodom rajta. Igen? Nem, de most átgondolom. Figyelj, megcsinálhatod egyébként, de akkor live-ozzuk. Akkor csináljunk egy alkácimisi hajat betonhofi színűen. Kiszűkített alkácimisi hajat. Hát igazából ja. Áldóz, miért szőkítette ki a haját? Hát azért most ez cool, ez most cool. Tényleg? Most ez a cool. Azt hittem, ez ilyen 5 éve volt cool. Is. Ilyen 5 évente cool. És most pont az. Mindig más hajstílus. Aha. Mit tudjuk mi a coolba az meg? Amúgy nekünk is kéne valami vad izét bevállalni, nem? Valami ilyen vad, ilyen külsőre... Tehát ilyen valami stílusváltozást, hogy így... Mire gondolsz? Kiszűkítettem a fanszőröm, most ilyen lépésenként, tudod. Rózsaszín mohawk, mondjuk. Kifugáztatnánk a segjükünk? Az, hogy mire gondolsz? Amúgy ez mekkora videó, YouTube videó lenne egyszerre. Mind a hárman kihipóztatjuk a seggünket, bazd meg, és ez a videó. Elmegyünk egy ilyen klinikára kifejlíteni. De persze csak ilyen, tudod, ilyen 16 pluszos jelenet lenne, tehát így oldalról venni a dolgot. Meg így szemből, tudod, csak dumálunk. Fuppa. Mire gondoltál? Te hoztad föl, mire gondoltál? Nem tudom, bazd meg, valami ilyen... Szilikon mellek mindenkinek. Piercinget csináltassunk? Az cool lenne. Mondjuk egy... Tetkót? Aha, de így mondjuk, tehát így nyakig. Vagy egy nyaktetkót. Aha, vagy piercing, ilyen egy septum piercing, meg egy septum piercing. Na, az geci menő, bazd meg, a septum piercing, bazd. Nem azt mondom, hogy... És utána menjünk el egy csak neked kislány koncertre, bazd meg. Az mekkora cool lenne. Jó, nekem nincsen bajom a septum piercinggel amúgy, tehát hogy... Amúgy. Nekem sem... Több ismerősünk is septum piercinges azért. Nekem sem semmi bajom a septum piercinggel. Csak azt mondom, hogyha bejönnénk jövő héten, és ez a következő adás, ez már úgy lenne, hogy így... hogy azért úgy néznénk ki, mint a Lil Wayne, érted? Aha. Csak fehérben, nyilván. Nyilván. Az szerintem az így menő lenne. Így szerintem dobna a nézettségen egy kicsit. Biztos, hogy felismerhetőbbek lennék. A Biolex is, érted? Biolexnek nem kell úgy kinéznie, ahogy... És csak nem is annyira extrém. De hogy azt mondod, hogy így, ki van varva a Biolex, azt így... Jó, de most Biolex, bazd meg. A 2 Biolex koncerten voltam, mind a 2-szer efoton kitévedtünk oda, és úgy nekem semmi bajom a zenével az embernek, de amikor bazd meg, az egyik koncerten egy hoverboardon áll, bazd meg, egy ledvilágítású hoverboardon énekli azt, hogy hány csini fér bele egy Mini Cooperbe, bazd meg, aztán utána egy évvel később már a nagy színpadon síszemüvegben rappel végig, bazd meg. Szerintem ez tök menő. Hát ez ilyen TikTok-kompatibilis content. De most ennyire... Akkor meg nem is volt TikTok. Na bazd meg! Na hát véletlenszerűen véget ért az előző felvétel, mert közbe szólt a sors. Illetve észrevettük, hogy nekem 40 percen nem megy a kamerám körülbelül, úgyhogy ezt már biztos észrevettétek, hiszen egy rajzolt figura van rólam. 40 perc a képernyőm, bazd meg. Reméljük jó volt az a rajzolt figura. Meglátjuk. Biztos pénzbe csináljuk. Yes. Meg, nem akarom meg, én nagyon szorul rajzolok, amúgy lehet, hogy nekem kéne megrajzolnom. Aha. Én pénzbe összedobok egyet még az este szerintem. Jó. Éld ki magad, Api. Borzalmas lesz egy ilyen, ne, a faszt. Tudjátok, mit fogok csinálni? Van a terészkörúti robbantó, az meg azon ugyanilyen halászsapka van, azt megrajzol. Na jó. Úgyhogy a véletlenség hatására már elfelejtettük, hogy hol tartottunk. Megszakítottak minket egy telefonhívással igazából, az volt itt a wake-up call. A wake-up call. Ja. Yes. Menő vagyok? Nagyon menő vagy. Legalább téged látnak. Az iskolai hierarchiáról beszéltünk már, de... Majd átnék Api kamerájába. Gyere át. Si át. Ezt kapsz egy mikrofont is. Na srácok, akkor elköszönünk, vagy mi lesz? Köszönjünk el. Én nem tudom, hogy mi volt az utolsó gondolatom, hogy ahol hagytuk a izét, de engedjük el. Api, mint a nap showmenje, mit szeretnél mondani a végére? Mit szeretnék mondani? Remélem mindenki videóval nézte amúgy ezt a dolgot. Is. Meg megnézte mind a kettőt. Üff, bazd meg, ja persze, geci, miket kívánszta az emberektől. Iratkozzatok fel, kövessetek be, jelöljetek be Facebookon ismerést. Gyertek át hozzám. Ne is jelöljetek be. Ne. Írjátok meg, miről beszélünk következő héten. Ja, hát... Ne írjátok meg, mert én fogom összeállítani, és mert tudom, hogy mi lesz, bázd meg. De nem úgy írjátok meg. Nem, úgyha van valami menő, akkor írjátok meg. Ha valami nem tetszett, akkor is. Jövő héten Pisti lesz a showman. És kövessetek Twitteren is minket. Fú, annyi minden. Innentől kezdve insert social media platform. Kövessetek ott minket, vagy... Remélem tetszett a reklám időben levetített videó, amit ide be fogunk szúrni. Már nem ide, hanem a reklám időben. Yeah. Ha tetszett, írjátok meg. Így van. Én Krisz voltam. Én Api. Én pedig Pisti. Köszi szépen.